Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri! Hello, szevasztok! Hello, drága hallgatók, aki túlélte a hétvégét, meg ezt az esőt, meg szép nagyra nőtt. Ma mindenki, meg hát tegnap, meg tegnap előtt kész vagyok már ettől az időjárástól, komolyan mondom. Ez, nem hogy tegnap este elkezdett, illetve már szombat este elkezdett, szombat este volt egy nagy kicsi pihenő, vasárnap föllélegeztünk, minden oké, lehet menni, buff, azonnal elkezdődött, és tegnap este óta szakadt gyakorlatilag. És azóta ilyen idő van, egész éjszaka, egész nap, de állítólag jön a jó idő. De jó. Jön de a jó idő. Most szólítanék fel minden egyes autóst, aki nem mer 50 km/h átlagsebességgel haladni azon az úton, ami nedves. Tehát nem ahol fél méteres víz van, azt megértem, hogy ott nem mész. Hogy akkor ne ülj be. Nem kell. Nagyon szépen nem kérlek, kell. De tényleg, hogyha nem mersz 50-nel menni a nedves aszfalton, akkor kérlek, ne ülj be. Nagyon kérlek, mondom még egyszer. Tehát ez a valahogy meg kéne velük értetni, hogy egyenesben nem csúszik. Igen. Tehát egyenesben azért lehet menni. Fékezik el egy kicsit óvatosabban, meg a kanyarba, de egyenesben nincs baj. Igen, tehát a nagykörúton a nagyon-nagyon azért igen, ott, nincs az a, igen, ott azért nincs az a nagy veszély. Ott nincsenek azok a hajtűkanyarok. Igen, kisodróc egyszer csak érted egy nagyon lejtősben. Tehát egy 50-est engedjünk meg magunknak. Ahol áll a víz tengelyi, hogy nyilván nem, de a többiek legyenek kedvesek haladni. Igen, én is belefutottam néhány ilyen kis, hát nem is tudom, lassan vezető, aranyos, kedves emberről. És egyébként fiatalok is, hogy ez nem csak a úgy van, hogy csak az idősebbek vezetnek lassabban, hanem hogy azok is, akik akiről azt gondolnád, hogy azért úgy mernek menni. Ködlámpa fönt, természetesen, igen, az tudod, tehát az a biztos, hogy beülök, minden gombot megnyomok, látom, esik az eső, sötét van, űrhajó, mint elő-hátul, mint egy karácsonyfa. Úgy néz ki, tehát megvakulsz, mész mögötte, lassan megy, megvakít, és nem tudsz haladni. Tehát ez egy szerencsés együttállás. Igen, egyébként. És elindulásnál se higgyétek el, hogy ha normál elindulást produkálsz ezen az úton, nem pörög ki a kerék. Nem. Tehát tényleg ezt is, ezt egy, nem régen vezetek, egy 30 éve, ez egy tapasztalat, tehát tényleg szívesen mondom el ezeket, csak segítségképpen. Hát úgy még nem láttál, mert megvárt a zöld a lámpa, akkor kicsit így láttad, hogy próbálkozik, nehogy érted, kifaroljon a gép az sebes indulásnál, és akkor így lassan elindult, és egy 20-at enged meg magának a belső sávban. És azt mondta, hogy ajjaj. Azt mondta, hogy ajjaj, igen. Igen, semmi baj, csak mi meg mennénk. Igen. Na, Jánosunk ma nincsen igazából. Ő kivett egy napszabit, pihen. Egy kicsit. Hogy mit csinál, azt nem tudjuk. Ne, ő is egy nagy titokminiszter, nem mond soha semmit, de hogy nem tudjuk. Az biztos, hogy az utolsó infónk az, hogy állítólagosan tegnap lefutotta végül. Mert valaki írja, hogy ott volt, és szurkolt neki. Viki picirány feliratú piros sapis pólóval, vagy pólóban, csapkában a hősöknél. Mert tegnap volt egy félmaraton. Bizony, lefutotta a fiatal. És azt ő lefutotta. Már nagyon készült rá, nagyon nagy edzés volt, és lehet, hogy azért kért szabadságot, hogy tudta, hogy az ő korábban ezt már fel kell dolgozni. Hogy lefutotta, és aztán már a kis dölt. De szemét vagyok. Pici lány holnap is írt meg ezt az SMS-t, mert mi tudja, hogy elfelejtjük átadni holnap, szerintem így a póló feliratot, de holnap lesz a Jani. És még egy fontos dolog, ezt nem tudom, észrevette, de hogy sokan mondták, hogy akkor ma lesz metál, mert nincs a Balázs. Azt nem tudom, honnan veszik. Mondtam, hogy én ma nem leszek? Nem, hát azt mondtuk, értem? Hogy a Jani nem lesz. Igen. Azt mondtuk pénteken, hogy a Jani nem lesz, de ezek szerint egy kis keveredés volt benne. Tehát metál ma nem, holnap esetleg. Igen. Na milyen volt a hétvége? Mit lehetett csinálni ebben az esőben? Semmit, ugye? Semmit, ugye? A világon, de tényleg. 65-ször fölépíteni a legóvárat a gyerekkel, 4 mesét megnézni, sólizgyurmát készíteni, festeni és bujócskázni. Körülbelül nagyjából ez volt a hétvégém. Én dolgoztam, a Nagy Családosok Országos Egyesülete magához rendelt engem, van most már egy ilyen kis kapcsolatunk, elmentem segíteni nekik. Azt még lehetett csinálni, mert szerencsére ilyen zárt helyen voltunk a Vasút Történeti Parkban, te 5000 ember, van olyan család, ahol 10 gyerek van. Atya, úristen! Találkoztam, ők édes tündérek voltak, és kérdeztem, hogy az anyukával elkezdtem beszélgetni, hogy ne haragudj. Tehát, hogy én értem, hogy szeretitek egymást, meg mindent értek, hogy, de hogy 10 vagytok, hogy így hogy látod hát ez az egész dolgot, és azt mondta, hogy fél ötödiktől már könnyű volt, mert akkor a nagyok már nevelték a kicsiket, és hogy az van, hogy tök érdekes a dolog, mert én is azt gondoltam elsőre, hogy amikor ilyen sok gyerek van valahol, akkor te őrülsz meg, és azt mondja, hogy nem, és neki sokkal könnyebb a dolga, mert a gyerekek belátják azt, hogy ketten anya meg apa nem tud 10 gyereket ellátni, csak akkor, ha mindenki marha rendes. Ha mindenki elpakol maga után, ha amikor reggeli van, akkor mindenki keni a kenyerét, amikor izé van, pakolás van, akkor mindenki beszáll ebbe a dologba. És hogy indul egy reggel?
Tudod, hogy? Sanyi, Laci, Sanyi, edd meg a kenyered, Laci, ne edd meg a kenyered, Ádám, lecsöpögteted a mézd, idd meg a kakaódat, hol a negyedik, hol a nyolcadik cipődet fölvetted? Egy fürdetés, egy öltöztetés, egy évnyitó. Most olyan csoportos kedvezményük van a Mekiben. Az biztos. Nem? Tehát ez... Igen. Nem mondta, igen, hogy... Igen, csoportos kedvezmény, de oda kell... Három Big Mac már az utolsó három gyereknek az ingyen van. Igen, de oda kell szólni előtt, hogy mennek, mert nem tudnak ennyi ember egyszerre kiszolgálni. Még egy vasárnapi ebéd is azért az asztalfoglalós, azért oda kell szólni az étteremben. Azt, és hogy bírja? Hát és úgy, hogy mind a ketten dolgoznak. Gondolom nagy a korkülönbség már az első meg a tizedik között, mondom minimum neked. 10 év. Igen, ha csak nem egyszerűtök. 13, de most már azt mondta, hogy a nagyok azok 20 fölött vannak, tehát azok a viszonylag könnyű. Most már csak 6-an vannak otthon gyerek. Ja jó, hát csak a 10-ből már 6 kirepült, úgy könnyű, érted? Hát négy gyerekkel simán. Mit ünnepeltek a nagycsaládosok? Ez semmi, egy ilyen őszi fesztivál volt, aztán elmentem nekik segíteni, és ennyi. Aztán ott beszélgettem egy-két emberrel, de így a 10 volt a legtöbb, akivel találkoztam. Nagyon sok 6-os volt. Ez valami olyan áldozat, amit én nem is tudok megérteni. Szóval ott már mindened csak arról szól, hogy gyereket nevelsz. Eljön. A saját életed meg a saját egód az abszolút háttérbe szorulsz, az már nincs. Nincsen. Nincs. Így van, azt mondta, hogy még egy 8 év, és akkor már 2-esben maradnak. Mi hány évesek? 12 vagy 10 éves? Hát én azt hiszem a legkisebb az. Várjál csak, hogy volt 25? Vágják a centit erősen, mi? 25-től voltak 10 éves korig. Atya Isten! Szóval még egy 8 év, akkor már 18, onnan csináljon mindegyik azt, amit ők egy kis békét akarnak. Úristen! Atya úristen! Na nagyon, az nyilván szép dolog. Egy nagy családosban hogy tudsz benevezni? Minimum 3? Mivel nem néznek le nagyon? Tudsz támogató lenni, támogató tudsz lenni? Gyerek. De mi a beugrom? Minimum 3? 3 gyerek. Tehát oda röfögsz 2 gyerekkel és kiröhögnek. Persze. Nem jöttél őket kigúnyolni. Ne szórakozzá. Én is mondtam, Atya Isten. Még egyet, ha összehozunk, de mondták, hogy van támogatói tagság, és van olyan 35 éves kor alatt, tehát mi már kiestünk belőle, az a legjobb, hogy már van egy, vagy még egy sincs, de te akarsz 3-at, akkor is bevesznek. Ja, hogy előre. Igen, előre. Aha, és kitöltesz egy biankocseket, hogy nekem igen, jön a 3. És ők ennyit akartak, vagy így sikerült? Vagy hát átvágták őket bioszórán? Vagy ez egy ilyen tudatos dolog volt? De tudatos volt. Tehát nem azt mondta, hogy nézd, anyuk, megint nő a hasam, hát a csokoládé, nézd meg, hát akkor. De úgy volt, hogy 5-ig jó. Tehát 5-ig jó. 5-ig így elszaladt, és aztán már megvolt az 5, utána már tudatos volt, hogy akkor rámennek a 10-re. Még 5 után már nem nagyon esel pánikba, megint teres vagy, ne? Már mindegy. Még bejönnek egy ikrek, az már 7, utána meg pikpak meg vagy. Hú, azért az kemény. Azért az kemény. Persze, hogy a nagyok segítenek, de azért ezt nem. Szóval ja jó, de az ehhez elején... komoly áldozat kell. Én erre nem vagyok kész, megmondom őszintén. Még ilyen 4-5 gyerekre se. Persze, az ember sosem mondja, hogy nem, de hát első után is azt mondtam, mivel hogy mivel közlekedsz? Na, tessék? Mivel közlekedsz 10 gyerekkel? Hát ez a tekerősen, de Margit szigeten van, tudod, kibéreltek 3-at. Vagy ez a sörbusz, tudod, amit lehet. Hát vagy megtanul a legidősebb gyorsan vezetni, vagy mentek tömegközlekedéssel. Hát ha rendőr nem veszélsz, akkor besűrűsödtek egy Fiat Multiplába. De nincs a kapacitású autó, amiben beleférsz. Kis busz van, az is csak 9 személyes. És hogy mennek, mit mondtak? Azt mondták, hogy sehogy. Tehát, hogy nagyon nem mennek, ha mennek, akkor tömegközlekedés. Mert a buszon elférnek, ha nagyon a vonaton elférnek, de hogy autóval így az egész család nem tud elmenni. Most már talán van egy autójuk, amiben 5 személy elmegy, tehát a kicsikkel, ha valami van, őket tudják vinni, a nagy a 20 éveseknek már nem kell, de azt mondta, hogy olyan, hogy együtt kocsiba ülnek, olyan náluk nincs. Közé 10 gyerek ott van, azért ott vannak ilyen szájak, nem? Tehát ott leugrasz ki egy fél kiló kenyér, 4 zsömle, meg egy kis 10 dek a párizsi, azért ott nem biztos, hogy elég. Viszont amit megveszel, az átmegy a többi. Tehát tulajdonképpen egy cipő, egy táska, az milyen rossz lehet utolsónak lenni. Megint a Józsi táskája, megint a Béla kabátja. Örüljél, Petike, örüljél. Az én időmben sem volt más, hogy a legkisebb a soha nem kap semmi újat. És az első, aki megkapja az újat, nagyon vigyázzál rá, mert még 9-en használják. Jó, úristen. Nem lennék az utolsó. Azt mondta, hogy egyszer indultak el így egy nagyobb kirándulásra, ilyen 2 naposra, de hogy azt mondta, hogy soha többet, tehát mert hogy 45 darab szendvicset kell csak reggelire. Atya! Úristen! És ami szép benne egyébként, hogy ugyanakkor meg nagyon pozitívan néz, tehát olyan vidámak voltak, annyira jó csapat volt, meg jó család voltak, de hát tényleg őrület. Szóval lehet nyilván, hogy mi megint ezt az oldalát... Papa meg volt őszülve picit, nem? Nem, nagyon jó. Jó karban tartott. Nem, van ez a típus, de erre születni kell. Tehát, hogy szerintem ez az a típus, aki... Gondolod-e? Én már ott úgy éreztem, hogy vége az életemnek, amikor Benny rám nyitott a budin. És mondtam, hogy na most van vége. Nem, hogy már itt is, de tényleg, most vége az életemnek. Tehát eddig tartott, na most azért ott 10 gyerek sűrű rányit. Ott nem tudsz ülni. Ott hogy van, fürdési során van reggel? Hát szerintem 2-esével. Apa bemegy először, azért mégiscsak ő a rangidő. Igen, siet a melóba, és a többiek meg a reszli. Hát figyelj, ahhoz, hogy mindenki beérni 8-ra a suliba, nekik 5-kor kell kelni. Szerintem. Atya Isten. Hát mire mindenkivel megreggelizel, fölöltözteted, mondjuk, hogy jó, nagyok, mert a fürdés,
Vagy ha csak egy érted arc és fogmosás van 12 embernél, az akkor is marhasok. Az kemény. Ott nincsen, hogy fél óráig csapatom a 40 fokos vizet magamra és pókokat lövöd. Nem, ott én hamar ki lennék üldözve a fürdőszobába, bemennék egy 40 perces forró zuhanyra. Apa, gyere bárki, de még csak most meg a hátam. Atya úristen. Hát igen, az kemény. Én láttam egy szörnyű filmet a moziban, de olyan rossz volt, hogy arról nem is akarok beszélni, Vikivel moziban voltunk, de olyan rossz volt. Akkor ez nem az volt, amit beharangoztál, hogy ez milyen. De, ez az. De szeretem ezt. Figyeljetek csak, kedves hallgatók, nem tudom, hogy ki hallgatta pénteken a műsort, vagy csütörtökön, amikor egy ódát, egy ilyen előzetest kaptunk az egész, hogy végre ismét olyan mozi élmény fogja érni a Balást. Ami hát igen. Ugye? Na, az nem volt. Elmentünk moziba, ennek a Cronenbergnek van egy jó filmje, illetve szerintem jó betegfilmeket csinál, Térkép a csillagokhoz az a címe. Hát, ha valaki esetleg még úgy érzi, hogy meg tudok ezzel neki spórolni 3000 forintot, akkor szívesen akkor megteszem. Ne menjen. Jó beteg film, de úgy beteg, hogy ilyen nyomasztóan beteg. Szóval mit tudunk erről a Cronenbergerről? Mit csináltam? Cronenberger? Hát nem tudom, hogy hát figyelj, ő meglehetősen elvont, meglehetősen beteg filmeket csinál. Igazából kicsit ilyen David Lynch-es művészfilm jellegű, ilyen nagyon fura filmeket csinál, és azt hittem, hogy majd most kilábalt ebből. De nem. Hollywoodról szól. Arra emlékszem, hogy valaki valakinek eladta a kakiját 30 000 dollárért, de hogy így a többire nem tényleg nagyon. Tényleg beteg. Ez tényleg az. A többire nem nagyon. Nem, hát ilyen művészfilmek lehet szeretni, de viszonylag nyomasztó. Én ezt pénteken nagyon beharangoztam. Ha valaki esetleg megnézte, akkor bocs. Miattam esetleg, hogy szívesen megnézni. Bali mondta, jó film, úgyhogy figyelj, 8-an voltunk a moziba. Ez azért már jelzett valamit, nem? Azt hiszem 4-en fejeztük be. Mellettünk egy pár volt, aki befejezte, mi ketten. Igen, de ők voltak, és te vitted őket autóval, tehát nem tudtak volna hazamenni. Ők kimentek volna, de nem engedtük őket. Mögöttünk egy ember ült, az eltűnt a végére, előttünk ültek ketten, azok 10 perc után kimentek. És mondom, az összes... A hatalmas nagy teremben voltunk, mondta, hatalmas 8. És nagy mozi játssza ezt legalább? A Lourdi volt. Akkor ők tehát rájátszák játsszák ilyen multiplexeket. Igen, hát nem ez lesz. Nem ez lesz az év sikerfilmje, úgyhogy nem is érdekes. Viszont van egy jó sorozat. Na, de ezt már láttad, várjál. Ebben megnéztem egy gondolod. Évadot most okay, hétvégén az esőben. Vámpíros zombis. Jani, hallod? Aztán pont a Jani ajánlotta egyébként. Aha. Fú, nagyon jó. Strain, az a címe. Strain. Igen, nekünk angolul tudok, meg köszönjük szépen. Így írják, és arról szól, hogy egy vírus, ami először vírusnak néz ki, az, ne, kedvencem, imádom, tehát vírusos, ez elindul New Yorkban, és emberi szervezetekben mutálódik. Uh-huh. És kiderül, hogy ezekből az emberekből egy idő után zombi lesz. Vagy vámpír. De zombi, vámpír. Vámpír zombi. Kicsit vámpír, mert vérrel táplálkoznak, de zombi, mert nem mennek fényre. Káosz lesz New Yorkban, és elindul az őrület. És nagyon jó. Jön Will Smith a kutyájával, és megmenti. Igen. Egész jó. Szóval azt mondom, hogy a zombis kategóriában egész jó. Strain. Aha. Strain az a címe. Hát tegnap én belefutottam ebbe a Patizon gyerekbe. Na. Mi az a sorozat? Ő is játszott a Térkép a csillagokhoz egyébként. De jó. Mi az a Twilight? Alkonya, Twilight. Én abból egy darabot nem láttam. Hát én egy 5 percet bírtam, ilyen farkasokká változó emberek letérik egymást. Erősen tini jelenleg. Fejét mondtam, hogy hát gyerekek, ha ez kell ma, akkor ez nem az én világom. Az a Twilight, igen. Hát az nagy. És az a szegény film gyerek. Film a tiniknél, de az nekünk az már nem annyira. Igen. Mert ez a szegény gyerek, ez olyan szomorú benne. Ez ő mindenhol az. Nem tudom, nem kapja meg a gázsiát utána, vagy mi? Tehát, hogy miért van az, hogy neki ilyen nagyon fehér arca szomorúan kell állni, nem nagyon mosolyog, nem nagyon örül, még akkor sem örül, amikor letépte ott az ellenségének, a szerintem az volt a fejét. Tehát, hogy így egy 5 percet átnéztem belőle, mondtam, ez se az én filmem, és akkor el is engedtem ezt a vámpíros sztorit. Tehát ez az én, nem az én sorozatom lesz, de akkor ez az nem. Ez a Train, ez jó, igen, de az nem a miénk. Szárba belenézte? Bele bizony. Jó bele. Az a műsor. Én ezt kedveltem. A Nagy Sanyit nem értettem, szerintem tök jogosan esett ki Nagy Sándor, mert nem ismerte így különösebben a dal dallamát, a pálinka dal, amit szerintem nincs ember. Én csak, hogy belenéztem, meg ez a vámpirokkal küzdöttem a másik szobában, míg a Viki nézte az egyik szobában. Aki nagyon jó volt, az ilyen tényleg sírós volt, a Hevesi Tomi a Bocelli dallal. Ugye neki van egy ilyen érintettsége, hogy ő nagyon régóta cukorbeteg, és ott van az ódium, hogy egy idő után megvakulhatsz, ha nem vigyázol rá. Már se láttam. És így nagyon beleképzelte magát a szerepbe, így becsukott szemmel nyomta, amire az először azt mondtam, hogy azért nem kell játszani, hogy te vak vagy azért, mert egy Bocelli játszol. Volt ilyen műelbotlás? De nem műel. Feldobta.
feldobta a hangulatot. Csukott szemmel énekelt? Csukott szemmel jött be, és ugye azért... Hát a Bocelli az vak, akkor gondolom azért, nem? Igen, de hát hogyha nekem kellett volna megformálni ezt a szerepet, akkor nem, talán pont azért elengedem, mert nem vagyok vak. Tehát ő a vak, én nem vagyok vak, de a Tamás meg így beleképzelte magát, és olyat énekelt, hogy besírt mindenki. Ő egyébként is egy nagyon jó énekel. Ő nagyon, persze, ő nagyon jó. Én keresztes láttam, az nagyon jó volt. Ildikó a gömbön. Ja nem, bocsánat, az nem ő volt, ő ilyen... Ő a Réka volt, azt igen, is láttam Réka az elején, igen. Igen, a gömbön, de keresztes is lógott valahol. Igen, tök helyes műsor egyébként, tudok rajta röhögni. És az már elég. De tényleg, egyébként ezeknek a típusú műsoroknak, igen. Ez a lényege. És akkor ő esett ki? Nagy Sanyi. A pálinka dallal, azt így tényleg nem is értettem, hogy nem sikerült elénekelni. Aha. Azt még szerintem így mi is el tudnánk. Igen, az nem egy bonyolult dalocka. Na jó, van, megnézzük majd az SMS-eket, jó, mert nagyon sokat kaptunk már így korra reggel kérdéssel, közlekedés, stb. Előtte azonban gyorsan Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket. És mi helyzet a játékkal? Hoztuk a múlt hetet, ugye? Csoda, 4-1-re. 4-1-re odapirítottunk. Jól van, lehet jelentkezni SMS-ben, ha valaki szeretne velünk ezen a borongós, hétfő reggelen játszani egy kicsit, hát ha jobb kedve lesz, tegye meg, hogy jelentkezik SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 6 óra múlt pontosan 50 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, még rengeteg helyen esik az eső, de jön a jó idő. Vagy hát legalábbis jobb idő. Holnap már elvileg a napot is. Látjuk majd. Az M1-esen a 23-as kilométernél Budapest felé műszakhibás kamion a külső sávon áll. Egy sáv járható, torlódás van. Ezt Zozi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint az M6-osan az 50-es kilométernél Pest felé háromlábú mellett áznak a rend éberőrei, hát ha magasabbak lesznek. Kaptuk ezt is SMS-ben. És M5-ös Szeged felé 33-as, 34-es kilométer között bedőlt fa a belső és a leállósában. Ez pedig kicsi küldte nekünk, köszönjük, mi pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ha, ez olyan nyomorult egyedül gyerekek. Segítek. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Halló, jaj, de picike vagy, Zoé? Igen. Hello, Zoé, jó reggelt. Honnan hívsz minket? Györből, már az iskolában vagyok. Már az iskolában itt vagy? De mi történt? Szüleid korán állított? Hát, anyinak elromlott a kocsija, ezért az anyu verekkel jöttünk az iskolába. Anyu barátja bemasírozott bele teged az iskolába, hogy még legyen egy órát szabadon szóval anyuval. Gyors. Igen. Zoé, hol? Győrben vagy iskolában? Igen. És akkor mit csináltok? Egy 8 óra kocsi öngetnek be, nem? Igen. Most éppen várakozok. Aha. A zárt osztályterem előtt ül egyedül szegény. Édesem, ott üldögész az osztályterem előtt? Nem, a portán ülök. A portán? És nyitva van a suli? Vagy még be se tudtál nagyon menni? Nyitva van. Ja, nyitva van, és üldögélsz ott a portán. Mi lesz majd az első óra? Hát, pontosan nem tudom. Majd a felnézők, akkor kiderül. Nagyon helyes. Készült. Na, így kell csinálni. Így kell csinálni. Zoé, milyen szép ez a név egyébként. Köszönöm. Igen. Mikor van a névnapod? Hát... Nem tudom, nem szóltak anyái. Még nem is neked kell tudni egyébként, hanem inkább a szülőknek. Csak tetszik, ha valakinek nem olyan hétköznapi neve van. Zoé, kivel szeretné játszani? Ferivel. Jaj, de drága vagy. Nagyon készültél erre a játékra? Igen. Ki nevezett be? Én. Te írtál nekünk SMS-t? Igen. Na várj, ne megnézem, mit írtál. Csokkolom, Zoé vagyok. Ez vagy? Ez Zoé. Csokkolom, Zoé vagyok, 11 éves. Már sokszor próbáltam bekerülni, de még soha nem sikerült. És nem leszek passzív, sok felkiáltó jellel. Nagyon jó vagy, ezt te írtad? Igen, azért, mert amikor volt a győri kitelepülés, akkor is akartam játszani. Aha. Igen. De csak egy ajándékcsomagot kaptam, pedig én játszani szerettem. Csak egy ajándékcsomagot? Hát csak, nem mondjuk. Ne csináld, hát. És csak úgy kaptál, vagy csináltál valamit, úgy játszott, de akkor nem is játszottunk, csak kaptál egy ajándékcsomagot. Nem. Aha. Csak írtam egy levelet. Levelet? Milyen levelet? Hát... Nekünk? Igen. Mi volt a levélben? Megkaptuk? Elolvastuk? Válaszoltunk? Nem. Írtál posta címet? Hát ott adtam oda. Ja, hát ott adtad oda, ja. Hát az más. Hát tudsz, hogy egész más. Mit csináltál hétvégén? Hát egy születésnapon voltam. Ó, ilyen kis iskolás társas, szülinapos? Igen.
gyerekotthagyó szülő elmenő, és már baba zsúros szülő nélkül is? Az jó? Az jó. Szereted, akinél voltál, vagy csak vittek? És nem volt más választás. Szeretem. Szereted? Na jó van, Zoé. Hát megnézzük akkor, milyen játékos vagy. Jó? Igen. Na figyelj. 3, 2, 1, és tessék. Zoé, hatodikos vagy? Hatodik osztályban járok. Eltaláltam, de jó. Melyik a kedvenc tantárgyad? A balett. Balettezni jársz? Hát az iskolában tanulunk balettet, néptáncot, és alsóban pedig tanulunk akrobatikát. És művészeti iskola ez? Olyasmi. Uh-huh. És a többi tantárgy közül van kedvenced? Mondjuk a matek, azt szereted? Szeretem. Kérdezhetek? Persze. Hogy telt a hétvége? Nagyon jól. Rendezvényen voltam sok gyerekkel. Úgy, mint te is rendezvényen voltál születésnapon. És miféle rendezvényen? Nagy családos rendezvényen, ezt elmeséltem. Hallgattad a rádiót reggel? 6-tól? Sajnos, kihagytam. Kihagytad, most mindig szoktad hallgatni? Általában szoktam hallgatni. Általában, akkor szeretsz bennünket, ugye? Hey, Zoé! Jaj, Zoé, nagyon ügyes voltál. Ügyi vagy. Kis felnőttesen nyomtad, nagyon. Mondjuk bennem se dolgozott a lendület, mert igen. Én mindig elhatárolódom a 11 évesektől, Anna. Mert ha kinyírjuk, akkor kapjuk az SMS-t, hogy szemét, szemetek nincs vagyunk. Szívünk, igen. Mit kérdeztél, Zoé? Most nyertem? Igen, igen. Azt hittem ez lesz, hogy yes, igen, megmutattam nektek! És kitőröm az, igen, megkaptátok ezt, te érdemlitek! Igen, és kijön az igazi arcod, igen. Milyen szóval hamar eltelt az idő? Hát most mondd meg, látod, ha az ember játszik, akkor mi hamar elmegy? A rádióban mindig ilyen hosszúnak tűnt. Rohadt uncsi, mi? Ha az ember hallgatja. Csak ha játszol, akkor izgalmas. Oké, Zoé, megvan az ajándékcsomag. Tehát látod, hamar begyűjtötted akkor a másodikat. És akkor azt hogy fogom megkapni? Na, megy a követelőzés, nézd meg, tényleg. Kicsit kezdesz most már idegesíteni. Figyelj, hát gondolom majd elmondod, hogy hol laksz, mert nehogy adásba. És akkor elküldjük neked postán. Mit szólsz ez? Van jobb ötlet? Máshogy csináljuk? Elvigye mondjuk a Balázs. Elvigyem? Járok arra. Elviszem. Ha csináltok valami jó ebédet, akkor szívesen elviszem. Fölszaladna oda, becsönget, sziasztok, a Balázs vagyok, meghoztam az ajándékot. Igen. Jól van. Ügyi vagy, küldjük akkor neked, jó? Jó, köszönöm. Oké, okay, ciao. Jó. Szia, ügyes volt. Nem volt szívem rendesen játszani. Azért küzdöttél. Óvatosan, így a teja. Nem, féltem, hogy direkt kimondod valahol. Az elején. Az igen, annyira Zoé. Igen, Zoé, így van, így csak az ennyi. Figyelj, nem kell kimélni, hát ez így kell játszani. Hát azért, mert most hatodikos. Ha már vette a bátorságot. Dolgozom, megértem. Tessék? Ha már vette a bátorságot, jelentkezett. Persze. Teljesen. Jó volt ez így. Jó van, akkor 1-0 oda, ugye? Teljesetünk van? Teljes. Persze. Miért van mindig bennem ez a csonka hét? Teljesetünk van. Sárváron vagyunk hétvégén. Bocsát. Pénteken. Ja, pénteken. Hát az már hétvége, nem? Egy kis túlzással azért ott még elég sokat dolgoznak, de mondhatjuk hétvégén. Pénteken, úgyhogy ott lesz egy ilyen személyes játék. De annak ellenére? De teljes hét van. Jól van, 1-0-ra vezetnek akkor a hallgatóink. 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mivel itt vagyunk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 12 percen. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, ez nem túl jó hír, esik az eső. Holnap után már nem. Király! Holnap után már nem. Most megnéztem pont itt a zene alatt, ez a remek zene alatt az időjárást, és azt láttam, hogy tényleg szerdától ez nem csalás, nem ámítás, tényleg látjuk majd a napot, amit itt mondanak az időjósok, szerdától 23 fok, és a felhő nélküli napsütés. Na, de érted ezt, hogy mi van? Indián nyár, ősz, tessék, itt van, gyönyörű, lehet majd sétálni, erdőbe menni, gyönyörű. Ahol elsüllyedsz a sárba, a kocsiddal, ami még megmarad, igen. És utána pedig gyakorlatilag kötésig lesz mindenki sáros. Ezt a két napot kell túlélni. Jánosunk nincsen, tegnap elindult ugye ezen a félmaratonon, hogy még mindig fut-e valahol, és azért nincs, vagy... Valós srácok, ha mindenki beér. Eltévesztette a célt, és valahol a várban botorkál éppen egy 26-os rajtszámmal, és még mindig próbálja megtalálni kiutat, nem tudjuk. Szerintem rápihen erre a maratonra, vagy félmaratonra egy napot, úgyhogy ő pénteken jelezte, hogy nincs. Azt mondtam, hogy én nem leszek, ez nekem nem is rém lett, a hallgatók írják, hogy azt hitték, hogy azért lesz ma metál, mert hogy azt mondtam pénteken, hogy én nem leszek. Azt akartam mondani, hogy Jani nem lesz. Akkor lehet, hogy valaki valamit félreértett, vagy én mondtam rosszul. Nem, Jani jelezte, hogy nem lesz. Jani jelezte, igen, hogy ma nincsen. Na,
Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, már ami a közlekedést illeti. Azt mondja, hogy Jász alsó Szentgyörgynél Szolnok felül a 32-es számú főúton teherautó pótkocsia borult fel, a forgalmat Jász Ladány irányába terelik. Adrien küldte nekünk. A 8-as főút 109-es kilométerénél baleset történt Szombathely felé, már alakul a torlódás, csak egy fél sávon engedik a forgalmat. A műszaki mentés most kezdődik, üzente Micó. Aztán 4-es út kisújszállásnál kamion az árokban. Ez lehet, hogy ugyanaz jelen. Fél pályát elfoglalja, és a legnagyobb probléma, hogy ez nehezen észrevehető a szakadó esőben. Kaptuk ezt is SMS-ben, és igen, a kamion az megvan. Üzemel a szokásos trafia 82-es úton Nyúl belterületén, metrós Imi küldte nekünk, és a Szerencs utcáig ismét kezd beállni az M3-as bevezető, a, utána a BVSC-nél már egy kicsit haladósabb. Bandi, aki szép. Metrós Imi? Ez volt az előbbi név? Volt metrós Imi, igen. Azt írd már meg, én nagyon kíváncsi, hogy Nyúlon vagy, Nyúlon nincs metró. Tehát, hogy nem te vagy a metróvezető, a nyúli metróvezető. Ő miért metrós Imi? Igen. Imi? De a Bandi, aki szép, az is jó. Hát, de az alapvetés. És csak, hogy jól induljon a hétfő, mármint azoknak, akik BKV-val közlekednek, vagy hát legalábbis szeretnének közlekedni, nem jár a hármas metró. Yes! Csak, hogy legyen egy kis élvezeti faktora is ennek a reggelnek. A Lehel térnél füstölt egy kocsi. Aha. Hát ott kicsi. De vízben. Ez is igen, mi nem ment át a meder alatt, ott meg csöpög rá víz. Hát ez na, hát ez az, hogy esőben is kigyullad, akkor nagy a baj. Ráfér a felújítás, azt most nagyon tervezik, de hogy ez megint hétfő reggel. Igen, az Árpád híd és a Deák tér között buszok viszik az utasokat, mert hogy a Lehel térnél egy kicsit füstölt a kocsi. Aha. Ákossom te ezt a kezembe, egyelőre többet nem tudunk. Még egy fontos info az autósoknak. Kapcsolják le a ködlámpát. Egy részt 50-nel merjenek menni, ha csak medves az út. Hagyják abba a ködlámpázást. Ezeket nyugodtan, de hogy lesz egy csomó város ma Magyarországon, ahol kérlek szépen környezetvédelmi mérést végeznek a kocsival, és hogyha nagyon jó állapotban van az autód, akkor ajándékot kapsz a rendőrségtől. Na. Ezt nem mondták meg, hogy mi. Az is szép, amikor a rendőrség hoz nekem ajándékot. Ére, de aranyosak. Nem de mit adnak? Nem tudjuk, hogy mit mondták. Adnak? Általában almát szoktak ilyenkor adni. Almát. Almát, mert hogy egészséges a kocsid, legyél te is egészséges. Tehát és adnak almát. Almát, jó. A károsanyag kibocsátás, akkor kapsz egy almát. Azt a mindenség. Nem biztos, hogy most alma van, de eddig ez volt, hogy almát adogattak, most csak azt mondták, hogy ajándékot adnak azoknak az autósoknak, akiknek így környezetvédelmileg rendben van a kocsijuk. Igen, a büdös autókat keresik, büdös. Ezt én is olvastam, igen, a büdös autókat. És elvileg ilyen 1500-2000 gépkocsit ellenőriznek majd, környezetvédelmi szempontok alapján. Tehát már nincs egy zöld kártya. Az nincs. Rátesznek valami műszert, gondolom, és akkor megnézik ott a kibocsátást, meg minden, de nem? Biztos, hogy valahogy nézni kell, de van a matricád van, ahogy hívják, a rendszámon. Most már az a zöld kártya, tehát nem azt a régit kell csinálni, de csak úgy kaphatsz. Igen, rajta van a matricám. Bedugnak egy ilyen pálcát a kipufogó csőbe, és akkor azzal mérik, hogy mi jön ki. És így van a hír, hogy büdös autó? A büdös autókat keres a minisztérium, igen. Igen. Ez jó, aranyos. Egyébként van egy-két autó, amit én nem értek, hogy miért van forgalomban, tehát nem tudom, milyen színű a matricája, de olyan szintű ilyen okádék, fekete füst jön belőle, sokszor szerintem a dízelek, ugye, ahol ott már nem működnek ezek a különböző szűrők, és azokat így valahogy soha nem látott, hogy megállítanák. És így mész mögötte, és konkrétan megfullasz. Tudod melyik? Kövérgáznál furgonok, például. Ilyen mindenféle ilyen, nem tudom, ilyen dukátok, meg ilyen egyterűek is, meg sokszor ilyen nagyobbak. Kövérgáznál ömlik ki belőle a füst. Igen, hogyha ő elkezd gyorsítani, akkor valami csoda történik, valami beindul a motorban, és te onnan ott igen. Például felkapcsolod a világítás, mert nem látsz mögötte. Igen. És mi van, besötétedett, jaj! Fura lesz a rendőrtől almát kapni, mindig más kapok, úgyhogy egészen egészen más lesz ez most végre ajándékot kapni, mert már mondjuk Vas megyéből olyan egészen régóta nem jött semmi, úgyhogy jó vagyok. Kapsz ajándékot, ha jó vagy. Tehát most azért érted. Na most azért az a kocsi csak nem vérzik el, mondjuk van vele bajom bőven. Na. Ha még ott is elvérzek, hogy mi esetleg félreállítanak, akkor nagy baj van. Igen. Halásztelekről az M0-es felé a Halásztelki spártól arra szól a sor, nagyon lassan ez jégkülte nekünk. Metróba kiszállítanak, azért metrós Imi. A válaszodra, ja, hogy, a kérdésedre köszönöm, a válasz. Imi, köszönöm. Tehát, hogy nincs jegyed, blitzelsz, értem. Igen, igen. És mindig igen. Leszednek. Igen, hogy nyúl belterületén van, de hogy a metróba szállít ki, és ezért. Ja, hogy a bót, aha, azt hittem, a közlekedési eszköz.
Ja, azt hitted, hogy metróból kiszállítanak, hogy kiszállítanak a metró. Igen, hogy neki. Miért? Azt állj, ne én legyek a hülye. Figyelj. Hát azért. Ki legyen? Metró kiszállítás egyetlen, hogy visszaállít a metróba csomagot, nem kiszállítják a metróból. Elnézést, uram, önnek nincs egy, szálljon ki a metróból. És ezért metrós ími, mert mindig kiszállítják a metróból. Beszéltünk a metróról, hogy megint áll a lehet. Tényleg, nem már most tényleg én vagyok a hülye. Anna, legalább tegyere velem. Nem hallottam a trécsel. Légy szíves, tényleg én? Hát a metróba kiszállítok, hát az nem azt jelenti, hogy metróból kiszállítok, ellenőrök elkapnak, mert sosincs egyem, hanem hogy visz árut a metróba. Nekem ez annyira egyértelmű volt, pedig én se vagyok túl okos. De. Kiszállítanak a metróból. Ezt mondtad, hát tehát lemegy a metróba, nincs egye, tehát kiszállítják. Ja, értem. Milyen matrica van az Alfádon, tudod? Persze. Fekete? Fekete halálfejjel, egy fekete csonttal. Fekete halálfej, és egy ilyen kínai hatalmas, egy acélgyárnak a kéményei. Bármilyen hihetetlen, de ez egy korszerű gépjármű. A 90-es évek. Ez valóban hihetetlen. A 90-es évek egyik legszebb terméke az, amivel én járok. De nem fekete matricás. Nem. De gondolom, itt úgy csinálják egyébként, hogy rámennek a rosszabb autókra. Tehát nem is a matricát nézik, megnézik, hogy régi kombi, pöfög, és akkor megállítják. Uh-huh. Tehát így állítanak. Hát mi? Azok füstölnek inkább. Van fekete matrica egyáltalán? Azt már nem lehet használni. Szerintem van fekete. Igen? Van fekete. Milyen matrica. Van? Zöld van, kék van? Zöld van, kék van, piros, fekete van, piros van, és így van, ezek a matricák. Aha. Igen. Biztos, hogy nem fekete. Szerintem nekem zöld, vagy kék. Ez egy benzines 2000-es motor. Már hogy nem 2000-es, mert csak 1990-es. Na, hozzácsaptak gyorsan, mi? Az olaszok még 10 köbcentit, persze. Nem úgy, hanem hogy akkor gyártott. Ja. Ja, Istenem, nem is tudott te, hogy mivel töltöttem a hétvégén egy részét. Hát hallottam, hogy moziba voltál, de kár volt. Egy láttam egy szörnyű filmet moziban, Térkép a csillagok, hogy senki ne nézze meg. Inkább utaljátok át nekem, vagy bárkinek. Ne költsetek el 3000 forintot. Kérlek szépen, betört a házunkba a víz. Na most várjál, Zala megyéről hallottam már, hogy ott nagyon nagy a baj, de azon a környéken, ahol te valami hegyen laksz, eddig ezt hallgattuk, hogy mi vagyunk a budai hegyvidék maga. A hegyvidéken lakom, betört a víz. El tudsz képzelni, hogy egy kis alsogatjával, egy elemlámpával a kezem. Elemlámpával a kezembe. Szádba van a lámpa, és két vödörrel mész menteni. Fölrakom a fejemre a kis fejlámpát, vagy fogom a telefonomban az elemlámpa funkciót bekapcsolom. Kérlek szépen, hosszú órákon keresztül tegnap azzal töltöttem a vasárnapomat, hogy megnéztem, hogy miért ázik a spejz. Fent vagy lent jön a víz? Hát, fent is lent fentről is. Jött, és fentről van ázás. Aha. És egészen az alsó részig jött a víz, és a spejzbe úgy elkezdett ázni, spejz, hát egy ilyen kis spejzbe. Igen, spejzbe, ahol lógnak a hurkák meg a kolbászok. Nem, a hűtőszekrény mellett van egy ilyen kis, mit tudom én, 2 négyzetméteres kis tároló helységet, ezt is így kell képzelni. Tehát ne gondold azt, hogy van egy 30 négyzetméteres éléskamra, tudod, a 600 négyzetméteres borhűtővel, meg a nem tudom, ilyen kis fiókok vannak, meg mit tudom én, a kakaóval rajta, aha, meg a liszt, meg a zab, ilyenek vannak rajta. És a falnak az egyik oldala elkezdett masszívan penészedni. De olyan szinten, hogy először ilyen vízfoltok, aha, jelentek meg, és utána már egy-két napon belül elkezdte megenni a penész. Tetőablakot becsuktátok? Na várjál! Csak hogy milyen munkát végeznek néha az emberek, és hogy komolyan mondom, szerintem ez a házfelújítás, lakásfelújítás, mindenkinek van tapasztalata, élménye, amikor valamit te átveszel, és aztán rájössz, hogy az nem úgy sikerült. Vagy bejön egy munkás, elvégzi a munkát, de nem úgy végezte. Kiderült, hogy 3 hónapja, és úgy gondolkoztam, hogyha belül van nyoma a víznek, akkor kívül is kell, hogy nyoma legyen. De jó vagy! Ha csak nem kiömlött valami a kamrában. Vagy ha csak nem a lefolyó ereszt, mert sose fejted meg. És kiderült, hogy a háznak a hátsó része, aha, ott megcsináltattam most nyáron egy darab klímát magamnak egy szobába. Többiben nem mondom, hogy ott hideg van, vagy ott beleg van, akkor oda be tudunk gyűlni, mint a vadmalacok, oda befekszünk, és várjuk, hogy elmenjen a forróság. Hát természetesen azonnal nem is volt rá szükség. Úgy fúrta meg a lyukat a házba, hogy nem szigetelte el, ahol bemegy a cső a klímába. És kijön a cső a falon keresztül, 3 hónapja oda esik be az esővíz. De nincs fölötte eresz. Nincs, mert ugye az ereszről ugye lefolyik a víz, ráfolyik a csőre, és a csőből visszafolyt bele a lyukba. És képzeld el, hogy a fal, a hátsó része, az sötétebb színű, egy ilyen 1 méteres sávban végig 4 méteren keresztül fölfelé átázott a komplett fal, de minden. Nagyon okosan rakta föl az ember. Minden. De na, ilyenkor mi van? Ilyenkor elkezdhetsz pereskedni, aki nyilván azt fogja mondani, hogy ő tökéletesen elvégezte a munkáját. Látom a lyukat, kimásztam.
akkor rés van a falon, hogy kifélek rajta. Kifért a fejem. Kinéztem, körbenéztem, visszahúztam a fejem, és még mindig volt hely mellettem, jött a Viki, ő is kinézett. És jött a gyerek, kérdeztem, mit csináltak, és ő is kinézett, és hárman néztünk. És legalább jól játszottak. Öklömnyi lyuk van a falon. De ott megy be a cső. Ott megy be a cső. És a cső mellett van. És még a cső mellett, nem, a cső mellett valahogy le tud folyni magába a házba, bele a téglába a víz. Tehát a szigetelésen belőle folyik. A szigetelésen befolyik belőle a víz. Rettenetesen büszke voltam magamra. Hogy felfedeztem. Hogy ezt én felfedeztem, hogy ezt megfejtettem, aztán káromkodtam két órán keresztül, és teljesen reménytelenül átázott a komplett fal, kívül belül. Aha. Most mit fogjak három ilyen vízszívó cuccot és szívjak ki 40 órán keresztül, vagy mit csinálj? Azon kívül, hogy följön az embert, hogy figyelj, elfelejtettél valamit, azt ott be kéne szigetelni, az majd három hónapja szakad bele a víz. Hogy kiszívod onnan a vizet valami vízkiszívó szerkezete, csak a problémát nem oldod meg. Tehát, hogy ettől ugyanúgy úgy befog. Igen. Nem raktál fel egy esernyőt? Gondolkoztam, hogy fölé rakok. Gondoltam, hogy a fürdőszobában, van egy ablak, ki lehet mászni, és át lehet mászni az egyik szobába. Gondoltam, hogy kimászom, csak nem értem el, mondom, betövöm rongyal. Akkor gondolom, hogy fölrakok egy esernyőt, nem találtam esernyőt. És ugye ez azért izgalmas, mert két dologért idegesíted magad. Egy, amiért nincs meg. Amíg nem találod. Rohadt ideges vagy, látod már, hogy ázol. Tudod, egy ázást megtalálni, ez a legkegyetlenebb dolog. Kamerát ledugni, csőrendszer, stb. Utána meg azért vagy ideges, mert megtaláltad. Éjszaka, nem jó. Hallottam, hogy esik az eső, és láttam, hogy leomlik a klíma, leszakad a fal, és nem tudtam aludni, mert azon izgultam, hogy még mennyi eső folyik be a házba. Most mi van? Mondom, esernyő, vagy földobsz. Jó, most... Alulról földtől tudsz dobni egy esőkabátot a klímára? Mert a klímát úgyse használjátok soha többé. Bár úgy megbántam, hogy föltettem. Úgy megbántam. Olyan sokáig kitartottam, és most nem, idén nyáron nem. És teljesen fölösleges. Nem volt bekapcsolva konkrétan. Nem tudom, hol a távirányító, mert nem volt rá szükség. Nem lesz rá szükséged. Ezután se dob föl egy esőkabátot, súlyoz le, és akkor az megoldja a dolgot. A penészt eltüntetni, arra vannak ilyen penészt? Azt megoldom. Csak attól a baj nem múlik el. Én azonnal hívnám a mestert, jöjjön oda. A mestert? Igen, a mestert. Amíg nem tudja megcsinálni, addig feküdjön fel, és testével takarja el a lukat. De igen, vagy hozzon valakit, akit föl tud fektetni. Felfekszik. Igen. Tehát hogy van ez, hogy valamit neked csinálnod kell, nem? Azt te megcsinálod szépen, elvégzed a munkát, és utána tulajdonképpen átadod, és ezzel megvagy. Fejtsük de azért, fel. Ha egy méteres csík a fűtől indul, ez az egy méteres ázás fölé egészen a klímáig, hát ott nem tudok mire gondolni, hogy kb. 5 méter magasan, 1 méter szélességben totál át van ázva a komplett fal. Tehát jó, látszik, hogy más a színe a téglának, tehát átázott a fal. Oké, de ő ezt még nem látta. Ma szembesítem bele. Na figyelj, amikor megtalálom és... Fejtsük fel az események sorát, amikor az emberünk elkezdte szerelni a klímát, akkor esett? Nem, hát ez nyáron volt. Na. Hát itt van, nem esett, akkor minek tömje be a lukat? Én úgy volt vele, hogy szellőzik a kamra. A spejz. Ez is igaz. Ha oda megy be, vagy azon keresztül megy be, érted? Szellőzés kell annak. Tehát ő tulajdonképpen jót akar. Ez is igaz. Azt írja valaki, Balázs, ne kábíts, hogy öklömnyi lyukon nem fér ki a fejem. Jó. Jó, az egyik szememet kidugtam. Körbenéztem, aztán visszahúztam. Figyelj, én nem tudom, hogy ez sose tud jól elsülni, hogy az ember mindig van valami kicsi baki. Fürdőszobát újítasz föl, nem? Lakás, parkettázol, csiszolsz, valami elnézitek egymással a dolgot. Te és a mesterember ezt kicsit legtöbb esetben mindig máshogy gondoljátok. Igen, máshogy látjátok. Máshogy látjátok. Ennyi a baj. Lehet, hogy ő neki ez a... Figyelj csak, a mesternek a klíma... A mester, nem egy ácsmester, hát ez egy klímaszerelő, miért volt mesternek? A klímaszerelő mesternek igen. Benne van-e a feladatkörében a szigetelés? Nem. Nincs benne, mert őt így hívják, hogy klímaszerelő. Jaha, tehát a klímát szeretett az ember, akkor először kell egy klímaszerelőt. És utána pedig? Utána pedig egy szigetelő mester. Igen, és két mesterember dolgozik. Na most hogy fogom kiszedni onnan a vizet? Mert fogok egy kis púrhabot, az mindenre jobb, meg felmászok a kis létrámon ma délután, fogom a púrhabot, gyere Benni, megfújjuk. Könyörögök, ne te csináld. Figyelj, ha ma nem érem el, ázik a ház, veszélyben a lak. Jó, hát én a férfi embernek ezt meg kell menteni. Ja, te vagy most a hős, költözzetek föl az emeletre. Fia, a család nyugodtan aludt, amíg én azon stresszeltem, hogy még egy liter víz, mind folyik be a házba, érted? Tehát röket valahova? Ja, mert csöpögni nem csöpög be, hanem befolyik egyből a falba. Szívja el a fal. Igaz. És ugye ez a tégla, meg hát maga az fal, ez elég sok nedvességet fel tud venni. Uh-huh. Na most konkrétan már arra gondoltam, hogy mi lesz akkor, amikor hajnalban arra kellek, hogy leborul a hátsó rész, tudod? Vagy a gyerek ott játszik, és leborul a dolog.
Hogy ilyenkor mi van? Megyek a kis púrhabos kis nyomommal majd fölfelé? De te menjél, mondom még egyszer, sírva hát kérlek, meg csak abból nem lesz, tehát annak nem lesz jó vége. Hívj egy szakembert, aki leszigeteli, és utána... Nem, most őt akarom kihívni, vagy az illetőt. De mondom szakembert. Hát jó, nem baj, szembesíteni akarom vele. És utána kiszárad a ház magától. Tehát neke, mert hogyha nem folyik több víz, akkor elméletileg az kiszárad. Akkor egy idő után kiszárad? Vagy ott most már van egy nagy medencétek lent alul, amit innen akarsz tölteni a falból, vagy igen, hogy? Aki kiberakta alá vödröket, igen, abban mosunk, meg igen, azzal öblítjük a WC-t. Falat kiszárítani? Nem, tudom, hogy vannak ezek a párátlanító szerkezetek, csak ugye ezek beltérre vannak, ültére, nem tudom, hogy működik, hogy elkezdi kiszívni a falból a párát, van benne egy tartály, tartály berakod, és mondjuk 3 óra alatt majd megtelik a tartály. Kiszívja a levegőből is a vizet, de a falból is kiszívja. És mondjuk 2-3 hét alatt ki lehet szárítani vizes falakat. Nagyon jó eszközök. Aha. Volt tavaly is házásunk, akkor 2 hétig volt ilyen gépben. Tehát mi ebben nagyon jó vagyunk. Kérd vissza. Csak kültérről hogy szárítom ki a falat? Ott kijussz a hajszárítóval. Igen, és szomszéd átnéz, egy kis gyereke, feleség meg a Benni, ahol 3-an ott ülünk, és látja, hogy szárítjuk a falat. Berakok 3 darab hősugárzót. Kívülről nem tudsz, hát ott, nem, ott, ott nincs ilyen, ami elszívná. Vagy be kell vezetni valami csövet a falba, és akkor... és abban szépen ahogy loptuk, már hogy én nem, de biztos van olyan ismerősed, aki lopott benzint annak idején, ugye? Leszívott. Hát de csak az elsőt kell megszívni, utána az már jön magától. Na, a fal nyilván ugyanez, nem? Fölül, ahol bemegy a cső, a légkondinak a csövet, ott bevezetsz egy csövet a falba, megszívod, és engeded kicsöpögni. Nem jó, nem jó dolog ez. Neked volt ilyen lakásfelújításod? Ugye, hogy nem lehet, ugyehogy mindig van valami? És az a soha bajom, nincs úgy, hogy csak így megcsinálod simán, és rendben van. Az a bajom, hogy megjön a mester a szemedben. A mester. Sebestyén úr, Rákóczi úr, maga a legjobb számot hívta. Mondom, hogy mit fogunk csinálni. És te ott állsz, és elkezdesz hinni benne. Hát hülye vagy hozzá. Hiszen profi. Hát te, az, így kell lerakni a parkert. Fölcsiszoljuk, lerakjuk, rakja. Figyeljen, én megmondom magának az őszintét. Én nem tennék 5 mm-es szigetelőt nálunk, ez van most a nappaliba. Már jól indul, tudod. Ferike, már aztán később így voltunk, ittunk azt hiszem egy felest az elején, hogy barátok legyünk. Szóval Ferike, nem teszünk 5 mm-es szigetelőt a izé alá, padló alá. 3. Már mondom magának, az egész nappalin megtakarítunk egy ezrest. Hát mondom, ezzel még nem vagyunk bejjebb az izé, de hogy összek... Lehet, hogy feltenném mondom, az 5 mm. Most mondom magának, hogy nem lesz olyan puha a járólapérzés, és akkor mondja ezeket a szakszalokat, járólapérzés, de maguknak Ferike nem fog vetemedni. Soha a padló, tudod, ilyen összepattintós. Ferike. Már akkor így voltunk a pálinka után. Akkor már ittatok egy pálinkát. Tudod, ilyen összepattintós. Milyen padlónak hívják ezt? Laminált. Szalagparket. Laminált. Nem tudom, igen. Szalagparket, egy laminált. Maguk, így összepattintgat. Maguknál sose fog vetemedni. Na most elmondom neked, hogy hegymászás van a nappalinkban. Így mész be. 10 cm. Konkrétan jegyet lehet, és ilyen BMX huligánokat ugrálnak. Ah, pontosan így vagyunk, most, hogy elkezdett esni az eső, és kicsit nyitva vagyod a teraszajtót, hogy szellőzön. Gyere a hátsó félcsőbe, menjünk a Feriékhez! Az megszívja magát vízzel. Most mit csináljak? 5 év után hívjam föl. De beletartozik, hogy ő helyre tegye. Tehát az, hogyha valamilyen ember valamit a te házadba elkövet, igenis beletartozik, hogy kihívod, hát kell rá, hogy vállaljon garit. Erre a klímára is kell, hogy vállaljanak garit. Konkrétan érted? Nálam ott falbontás lesz. A klímára vállaljanak, de a izére, hogy ő nem szigetelte le, az az övé? Hát de figyelj, hát tényleg leesik egy kis kóf, fölhozott, fölöntöd ott a nagyszobát, és akkor tudtok. Aha, tök. Ugyanez nem az ajtótokok. Ajtótok ugyanez. Ott is az volt, mondtam, hogy én rendeset szeretnék. Én vidéki gyerek vagyok, nálunk rendes fa ajtótok volt, az elbírja az ajtót. Haversrác, azzal meg ilyen be voltunk az ajtótokos, a haversrác, figyelj, nem kell már, ez uncsi, ez, hogy berakjuk el. Figyelj, mutatom, berakod, két oda, hogy összeütött, bepattan, és mindent elbír. Most már úgy bírja el, hogy ha nem csukod be az ajtót, hanem kit nyitva hagyod 15 cm-rel jobban, mint ahogy kéne, akkor így leesik oldalra az egész ajtó, és kezdheted visszapattingatni az ajtótokokat. Na, imádom, így áll. Mindegyik egy zseni egyébként a maga nevében. Mindegyik. Na jó, drága Monikso, hallgatok, nézzük meg, hogy kinél volt házfelújítás, jó? Hogy veszett össze a vizes emberrel, a kővágóval, a lapot lerakó emberrel, járólap, ugye hát itt minden van, a purhabot hozó mesteremberrel, fürdőszobaszerelés, ki festő, ugye parkettázó, mi volt a félreértés, mi történt és hogy sikerült megoldani, 1:32 várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, házfelújítás, lakásfelújítás, erről beszélgetünk, milyen az, amikor az ember a saját lakásában próbálja megfejteni, honnan jön a baj. Rájöttem közben, hogy honnan tudom, hogy ázunk. Na honnan? Hogy 2 órája ettük a levest. Igen, szóval, hogy hát figyelj,
megfejtettük a dolgot, de látom azért ezzel nem vagyunk egyedül. Figyelj, ahol dolgoznak, ott mindig van valamiféle kis hiba százalék. Ugye jönnek a mesteremberek, hát néha nem egyszerű. Persze, nincs ezzel semmi baj. A nagyobb baj az azzal van, mert önmagában neked se a szigetelés hiánya a gond, hogy ott befúj a szél, hanem hogy gyakorlatilag újra kell falaznod egy 40 négyzetmétert a házon. Érted? Nem, Barmán, jönnek a tippek. Hogy mit csinálj? Biztosítoztassam le gyorsan. De okos. És utána hívjam a szakit. Na, van egy hallgatónk, Attila, hello Attila, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Na, nálatok mit csinált a mester? Hát mindenünk házat építettünk 8 évvel ezelőtt, és volt ez a heti szokásos bejárás, amikor műszaki ellenőrzés az építetővel, illetve én, aki nem értek hozzá, vettünk megnézni, hogy mire jutottak. És az egyik kőműves éppen falaszta be magát egy mellékenységbe. Nem, mondtad komolyan. Megváltozott. Hát az történt, hogy egy olyan mellékenység volt, aminek csak ajtaja volt, ablaka nem. Igen. Megváltoztattuk az ajtónak a nyílását az egyik oldalról a másikra, és az egyik tervből nézte az egyik falat, a másik tervből nézte a másik falat. Atya de nem tűnt föl neki, hogy nem fog tudni kijönni? Tehát én ezt értem a két tervet, de ott állt. De látnia kellett volna, igen. Józan paraszti hát ész. Hát ez azt jelenti, a GPA, ugye? az nem ment neki. És hát 1,20-30 magasan állt a fal, amikor modernizáltak egy hétfő reggel, és... És hát rákérdezett a saját főnöke, hogy nem megszem a keresztnevére, hogy ne haragudj, de nem tűnik föl valami? Körülnézett, és azt mondta, hogy nem. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem? Akkor szóltam meg, hogy ha kimászna és az egyik falat elbontaná, az egy nagyon... nagyon jó dolog, mert előbb-utóbb ugye elfogy a... Atya Isten. Mire gondolhat, hogy gyerekek, hogy mi lesz az a helyiség? Segítsetek már! Halványra győzöm sincs. Az az érzésem, hogy ők nem nagyon gondolkodnak. Ja, hogy nem mindig gondolkodnak, nem mindig gondolkodnak. Hogy is fogalmazzak, az alkohol fog elveszi azt a szintet, hogy... Amikor picit a természetes fény így kezdett volna eltűnni, és egyre jobban szürkület van, és már-már sötétség, akkor azért az lehet, hogy feltűnt volna, és nagyon kétségbe esetben elkezdett volna kiabálni, de nem biztos, ki tudja. Tehát ebben két mindig... méter magasan lehet, hogy ki kiabál, hogy dobáljátok be a téglát, mert nem tudom, vagy nem tudom. Igen, vagy de... valaki adja be az ebédet, igen. Igen. Atya Isten. Hát szép. Jól lett a ház, csak kérdezem. Tökéletes egyébként. Mindenkinek javaslom a műszaki ellenőröket, 6-10-szer mindent visszabontatnak, nem nekem kell vitatkozni. Az a jó, hát ha van egy jó kivitelező, az embernek persze. Az a házépítés, figyelj, arra több embernek a párkapcsolata is rámegy. Tehát az... A kivitelező nem annyira. A műszaki egy ellenőr, egy olyan valaki, aki ért hozzá, és nem nekem kell azt mondanom, hogy az terve. Igen, hanem mert nekem bebizonyítják, hogy nem az. Persze, hát az ember nem ért hozzá, akkor ott bármit megmagyaráznak. Igen, amikor ebből a szempontból nekünk, aki csinálta, az nagyon jó. Nem magyarázkodik ilyen. Nem, ő nagyon jó. A klíma picit ellett nézett, de nekünk más probléma nem volt. Jó van, nagyon sok SMS-ünk van, megyünk tovább. Köszi, hogy elmondtad. Rendben, sziasztok, szép napot. Ciao, hello. Nálunk a mester a csemperagasztóhoz cementet kevert, mert úgy erősebb, aztán a csempe közepére rakott az anyagból egy kicsi pogácsát, felrakta, este jött le az egész. Másnap már nem ő folytatta. Fürdőszoba burkolásnál hallottam azt a mondatot, amit sose akartam hallani a kik szájából. Hagyd a fenébe, jó az út. És te külső, vagy a szobában ért, hogy itt az a, hagyjad, jó lesz ezeknek ide. Fürdő felújítása a törölköző szárító felszereléssel a mester telibe furta a falban futó fűtéscsövet. Az milyen gyönyörű. Azt, arra nem is jössz rá egyből, csak ugye amikor rákapcsolod a fűtést. Meglepődtünk ősszel, amikor a rendszer feltöltése közben ömlött a falból a víz. Szép napot, Dodó. És azt gondold el. És azt nem veszed észre, mert csak csöpög, mert ezt visszafejtett, bontod, igen. Villanyszerelőt hívtam, mert nem volt áram az egyik konnektorban, megcsinálni nem tudta, de miután elment, észrevettem, hogy most már az összes többiben sincs, amik eddig működtek. mekkora szaki. Van még egy hallgatónk itt bizony. A vonalban? Halló, jó reggel! Sziasztok, Emese vagyok. Halló, Emese, nálad mi történt? Hát én voltam az ablakos SMS. Igaziból az történt, hogy jött egy kőműves ember, aki reklámozta magát, hogy kulcsra két házakat csinálnak, és hogy milyen profik. És hát igaziból az történt, hogy megkértük, hogy akkor a gyerek szobának az egyik ablakát, mivel az egyik felesleges volt, hogy akkor falazzák be. De előtte kibontottak egy falat, mondtuk, hogy jó, akkor abból a bontott téglából, hogy rakják be. Na most a történet az volt, hogy oda mentem, be van falazva az ablak, igen ám, de belülről itonggal volt berakva. És akkor kérdeztem őket, hogy hát, hogy miért, mert hogy nem ezt beszéltük meg. Azt mondták erre, hogy hát, hogy nem fért el ez a bontott tégla. De hát mondom, ugyanebből van rakva a ház.
hogy nem fért el? Hát az ablaktól, mondom, ez most komoly. És kívülről megnéztem, belülről be volt rakva itonggal, kívülről pedig látott a szomszéd egy ablakot, ami mögött fal van. Nem hiszem el, Jézus. Én is itt tartottam, hogyha ezt nem hiszem el, tehát hogyha ezt nem látom, én ezt nem hiszem el. Igen. Én sok házfelújításon vagyok túl, láttam már csodákat az előző párháznál. Igen. Hát nem akartak hozzányúlni, hát ez szép ablak, hát... Nem. Most mi van, ha egy év múlva érted, kitalálod, hogy te mégis akarsz oda ablakot, akkor csak leszedi az itongot, igen. És már meg de gondolod, de mit gondol a szomszéd? Ú, de rosszul viselkedik az a gyerek. Hú, de rosszul viselkedik, nem tudták megnevelni, befalaszták. Ezt nevelem ám, a szülői szigorban, befalaszták a gyereket. Igen, úgyhogy elég vicces történet. Atya Isten. Bár hát nyilván azóta nem dolgoztatok ezzel a könyvvel sem, mert szerintem ez teljesen rendben volt. Ezt valahogy megértem. Hát ugye, ő belül van, ő nem látta, hogy mi van kívül, az már neki tök mindegy. Hát persze. Hát ez... De a bírakta föl, hogy én utána mondtam neki, hogy mondom, akkor ezt talán így hagyjátok, így nehogy hozzányúljatok, mert ezt lefényképezem, és megmutatom mindenkinek. És elszégyelte magát, kiverték kívül az ablakokat, és kívülről viszont berakta bontott téglával. De és mi volt a menekülő duma? Mert az mindig érdekes, hogy mit szoktak mondani a végén. Tehát miután megtörténik a baj, hülyeséget csinál, akkor mi a duma? Nem volt semmi magyarázkodás? Ők azt mondták, hogy én nem mondtam, hogy ezt ki kell verni, ezt az ablakot. Persze, általában te vagyok ilyen. Én megmondtam, hogy mondom, egy kőművesnek hagyd ne mondjam már, hogy ki kell verni az ablakot. Igen, igen. Hogyha beállítani. Te kemény. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Vannak még nagyon jó SMS-ek. Nálunk a burkoló fordítva tette fel a csempét. A virágok hervattal lefelé lógtak. Figyelj, amikor megkérdeztem, most mit lehet csinálni vele, azt válaszolta, hogy locsoljam. Na elmészem. Az egy, gondolod, és aki ugye lakásfelültet, az tudja, hogy kiválasztod életed csempéjét. Álltok órákon keresztül, mert te mást akarsz, a nő mást akar, belemész, keresgél, már unod, már ki vagy. Leteszed a fürdőszobájára, és azt mondod, ezt rakja föl. Mester, megvan az... életünk csempéje. Hazamész, elmész, visszamész. És kicsit kiszáradtak a virágok, látod, hogy az összes feje lefelé van. Hát locsolni kell őket, hát nincs de ezzel baj. Így komolyan gondolta vajon? Vagy... De az a durva, hogy ezt megcsinálják. Simán. Fogalmuk nincs. Sokan. Tisztelet a kivételek vannak, persze nyilván jó mesteremberek, de azért nem általánosítunk, minden szakmában mai jó mesterember. Ezt hallják meg azok is, akik most kicsit érzékenyebb lelkűek és magukra vették az előbbi megszólalókat. De hogy sok ilyen van. Én rengeteg ilyennel vívtam. Igen. Azt mondja, hogy nálunk a klímás olyan béna volt, hogy távozásnál még a kerítést is kidöntötte. Ezek után örülök, hogy a klíma fennmaradt a falon, ezt Ati küldte nekünk. Bali, én megcsinálom neked a szigetelést 250 ezerért. Ha de minden jól megy, hívjál bizalom a Luigi a szendvicses. Én benne bíznék. Ő a te embered, ő kell neked. Igen. Igen. Kőműves berakta az ablakpárkányt, ami az ablak felé lejtett. Az ablak felé lejtett, igen. Mikor kérdőre vonta a férjem, széttárta a kezét és közölte. Nem vagyok én iparművész. Szaki. Igazi szak. Hát most érted, hát most miért csinálja? És de ott mondod neki, megpróbálod meggyőzni, hogy haló, be fog esni, tehát hogy a ráesik a víz, az befolyik a házba. Igen. Érted? Hogy nem az ipar, ez nem iparművészség, ez egyszerű agy. Imádom őket. És itt van a legnagyobb duma. A legjobb duma az volt, amikor a szobafestő azt mondta a ferde festésre, hogy majd kiegyenesedik, ha megszárad a fal. Ez nagyon jó. Jó, de szép. Na, hát igen, gyerekek. Aki még nem újított föl lakás vagy házat, felejtsd el, nem élt még igazán. Inkább. Nem élt még igazán. Abban van a vitamin. Nálunk a mester a fürdőszobában nem javasolt a közepén a bűzelzárót, én hülye beleegyeztem, azóta, ha a kád nincs bedugva, és a szennyvízautomata bekapcsol, olyan az egész fürdő, mintha a budiban ülnénk, hiszen mindenhonnan lerántja a vizet. Nem feltétlen, ne hallgassunk a mesterre, ez rossz küldte nekünk. Hát igen. Megérte, ez is egy jó. Mert ráadásul még azért is örülsz, mert megtakarít neked pénzt, érted? A bűzezer nem kell. Nem kell, jó az. Igen. A kőműves a kültéri bejárató ajtót felcserélte a beltéri ajtóval. Boldog volt, amikor megláttam. Nem veszi életet, hogy tényleg nem veszed észre. Hát azért ott van különbség. Az én mesterem az erkélyt kövezte le úgy, hogy befelé lejtett. Az első eső után fölhívtam, azt mondta, Évikém, ezt így kell, mert így biztonságos. Hiszen nem Évikém. Fogsz kizuhanni, érted? Ahogy hívják rá az imádom. Utcára. Én imádom őket, komolyan mondom, imádom.
Nálunk a WC tetik túl közel a falhoz, az ülőke lecsapódott, Szaki azt mondta, lehet úgy WC-zni, hogy hátradől a teteje, vagy hogy a másik kezeddel közben tartod. Persze, lehet, de nem akarok, érted? Nem akarok egy WC ülőkével a hátamon ülni a budin. Gyönyörű. Na jó. Oké, hát órákig tudnánk ezekből az SMS-ekből szemezgetni. Nagyon, nagyon szépen. Jó van, ilyenkor kicsit mindig megnyugszom. Tudtam én, hogy ez jó téma lesz, hogy azért ezen sokan átmentek, de ma már úgy megyek haza, hogy kicsit nyugodtabban ez nézem. Nem a te sarad, és gondolok azon hallgatóinkra, akik szintén átmentek ezen, hogy jól van, nincs akkora baj. Jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Egy utolsó. Volt olyan kőműves, aki az általa ferdén rakott kéményre azt mondta, rátart az itt uralkodó széljárásra. Nagyon jó. Mekkora duma. Nagyon jó. Józsikám, nézze meg át a kémény, hogy arról fúj a szél. Rátartok a széljárásra, ami itt uralkodik. És haló? Amikor nem fúj. Igen, akkor ferde. Haló, jó reggel. Haló, jó reggel, sziasztok. Jaj, hát ezek az SMS-ek, imádom őket. Hello, Brigi, jó reggel. Szia, sziasztok. Brigi, mi újság? Nincsen semmi, rossz az idő, hát. De nagyon izgulunk, és alig vártuk, hogy játszhassunk veletek. Na, honnan telefonáltok? Szombathelyről. Ó, és még ott is rossz idő van? Igen, sajnos nagyon, már több napja. Hát igen, ez most országos, mindenki kapja. Többen számban beszélsz, munkahely már? Igen, munkahely. Ne is kérdezzük, gondolom, mert szuper titkos. Nem, igazából egy tejraktárban vagyunk, ketten kolléganővel, nagyon izgulunk, ő is próbál majd segíteni, úgyhogy igen, nem titkos egyáltalán. De hogy raktározod a tejet? Még már dobozolva, vagy? Hát mindenféle tejtermékkel foglalkozunk, nem csak tejjel, úgy, mint Pöttyös Rudi, meg minden, stb. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berulini, figyelj! Jó. Ez még ugye kevésbé fontos, hát felújítanak, szétkapták. Igen. A Moose Eisley űrkikötőjét. Szétkapták, igen. A párafarmot. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Ta-la-la-la-la-la-la! Ezt meg is hallgathatjuk ma 8 után. Szerintem is a rockerkedés. Hú, nem tudom. Még egyszer kérhettem? Hogyne, mutatjuk. Ta-la-la-la-la-la-la! Nem tudom, úristen. Pici segítséget nem kaphatunk? Kuc, várjál, mindjárt föléled. Ugyan, nem külföldi. Nem külföldi. A másképp ezt úgy mondjuk, hogy magyar. Próbáltalak összezavarni. Igen. Na? Hú, nem. Akkor figyelj, mutatunk egy hosszabb részletet. Maximum ugrott a bögre, de még meg lehet más, jó? Figyeljetek. Ta-la-la-la-la-la-la! Ajjaj. Úristen. Annyira fogod szidni magad, hogy az... Ah, igen, az lehet. Igen, de így nem is könnyű annyira felismerni, pedig ismerem ezt a dalt. Utoljára mutassuk? Igen, légy szíves. Na, egy utolsót, jó? Figyeljetek. Huligán. Ezt meg is hallgathatjuk egyébként. 8-tól úgyis rock rovat van. Igen. Brigi, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm, nagyon örülök. Ügyesek voltatok. Hát a bögrét kivettük, de a többi az megvan. Kinek ugrott be? Hát a kolléganő kiabált az autóból, mert ő ott hallgatta a rádiót, és ő kiabálta, hogy gyorsan mond, hogy huligán. Huligánc, így van, abszolút. Jól van, küldjük nektek az ajándékcsomagot, köszönjük. Köszönjük szépen. Köszi a játékot, ciao, ciao. Sziasztok. Csak gyorsan még egy utolsó SMS, lakásfelújítás, nagyon jó. A fiam szobájának a falán félbevágott lovak rohangálnak. Úgy lett kitapétázva. Szegény gyerek. Nézd, ez lett a szobád. Nézd meg, amit szerettél volna. A lovas tapéta. De apa, ezek félbe vannak vágva ezek a lovak. Ne törődj be. És az egyik fele visszafelé fut. Atya úristen. Egy perc, pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Mik ezek, kik ezek, hová lett a rokszak? Gyerekek, egy jó kis huligánsz. Hát nincs ezzel baj. Balázs, ez nem óvoda, már megmondtam. Jani, aludj vissza nyugodtan, ne írj SMS-t, hogy miért tesszük tönkre ezt a robotot. Nincs, vége a játszótérnek, nincs hörgés, nincs röfögés, ez van, ez dobta a gép, ezt adjuk.
Most nincs, azért nincs itt szepultúra, meg obituári, meg nem tudom. Nem is volt még ez az obi. Obituári. Igen, 8 óra 15 perce, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, ketten vagyunk. Jani, nincs. Utolsó információnk vele kapcsolatban, hogy lefutja a félmaraton. Aztán jöttek SMS-ek, hogy lefutotta, reméljük, hogy nem valahol a várban fut még mindig. Halos, tehát. Na, 145. kilométernél van itt valaki? Most már húzzatok ki. Nem, megírta már ő ezt egy héttel ezelőtt, hogy ma kivenne egy napot. Valószínű, hogy a tegnapi félmaratonra egy kicsit rápihen, családozik, meghosszabbította a hétvégét. De jó is ez, mert kemény idők jönnek ránk, úgyhogy ráfér mindenkire egy kis pihenés. Budapesten a Bartók Béla út befelé beállt. Villamosok se járnak, valaki tudja, mi az oka? Üdv, Tamás. Hát egyelőre ezt nem látom az SMS falom, de ha valaki megírja, Tamás, akkor azonnal mondom. M1-es 23-as kilométer Pest irányába a kamion már letakarítva a sávról, balesetmentes utat SOS Ati üzente. Beállt a Soroksári út is, Dunaharasztitól se előre, se hátra, aki tudja, kerülje el, üzente nekünk Bari. Hüvösvölgyi út, Budakeszi út kereszteződése szintén elesett, Tököli Hungária rendőrök irányítják a forgalmat, és Dobogókő után baleset a 11-es, 12-es kilométernél, méghozzá Kecskefarmnál. Ez nagyon fontos információ. A kanyar után Dobogókő felé, most megy a mentő, rendőr, mindenki menjen óvatosan, egy kisfiú is megsérült, jaj. Dobogókői úton, 11-es, 12-es kilométernél. M5-ös, 45-ös kilométer előtt a 451-es út lehajtójánál mérik a Szeged felé haladókat. Ez Andris küldte nekünk, és valaki még elküldte, hogy a Purhab az építőipar kalmópirinje. Hát de jó! Hát gyerekek! Egyébként tényleg minden. Ma behatolok egy barkácsáruházba, és megveszünk, aztán befújjuk. Abból baj nem lehet, nem? Se, szerintem se. Semmi, majd maximum jön a mester, aki meg akarja csinálni, és ott fog átkozani. Ki volt ez a barom, aki ennyi Purhabot nyomott bele? Igen, Kosztolányi baleset van egyébként, visszatérve az előző közlekedésre, azért van ott akkora dugó. Nagyon szerettem ezeket a házfelújítós SMS-eket, nagyon jók jöttek. Gondolom, hogy te is birkoztál egy-kettővel, nem? Jó, nagyon-nagyon sok. Hát ebből 10-ig lehetne, Balázs. Ebből lehetne építkezni. Volt egy nagyon jó, akivel beszéltem. Már nem tudtam beadni, mert jöttek a hírek. El volt keseredve picit? Rettentően el volt keseredve. Ott hagyta a mestert, majd elment haza, és akkor szembesült azzal. Két hasonló csempe volt. Tehát a járólap is hasonló mintázatú volt, és a csempe is, gondolom, már tudjátok, mi lesz a sztori. Fordítva tettem. Igen. Járólap a járólap a volt a csempén, a csempe helyén a falon. Atya, a csempe, úr, a járólap helyén. Na de hogy hát a járólap azért az ugye, hát az egy ilyen 30x30-as sokszor, vagy hát nagyobb, mint igen, maga mondjuk a csempet, kérdés, hogy milyen csempét rakott. Hát azért azt fel lehet ismerni. Hát más ismerte a felülete, a felszíne. Tehát, hogy nem ismerte föl a mester, de mondta, hogy utána érte. Kicsit csemperagasztó kell. Igen, mondta, hogy érti most már miért, mert dupla mennyiségű csemperagasztó, hogy elbírja fal a járólapot. Tőzsebb az azért, hogy megrendeled az utolsó széria nincs belőle. Nagyon. Gratulálom, maga még meg tudta venni. Meg tudta, horror pénzért, tudod, és hát azt a büdös életben nem szeded be. Három emeletes ház, ami görbére épült, olyannal is beszéltem, minden nyílászáró magától nyílik, három emeletes, és hát görbe, az egész ház. Imádom. Nyilván ott van, az ember nem imádja, én se szeretem, vagy szerettem, amikor ilyen volt, egy halva, hát ez szerintem. És nem mered ott hagyni a mestert? Ugye? Mert ez is mi történt? Tehát igen, elment elintézni a dolgot. És vége? Visszajön, és fordítva. Járólap a falon. A klasszik pécsi ház, az tényleg 70-es években kifelejtették a lépcsőházat. Hogy nem volt, az nincs lépcsőház. Kívülről tettek, mint Amerikába, vaslétrát. Ez megtörtént. Pécs. De Kínában is volt valami ilyen, hogy fölépítettek valami felhőkarcolót, és nem tervezték bele a liftet. Igen. És elkészült a felhőkarcoló, átadás előtt három nap valaki rájött, hogy hop-hop, van egy kis hiba százaléka. Mi az? Mit láttál? Itt valamelyik ablak? Nem, nincs lift. És konkrétan nem tervezték bele a liftaknál, a lift elfelejtett. Gratulálunk, ön a 60-on lakik. Na most ebben az a durva, hogy azért ez átmegy egy-két emberen, az engedélyeztetés, a kivitelezés, hogy ott senki nem nézett rá kettőt a tervezésre, és nem mondta azt, hogy gyerekek, állj meg, hát itt azért van egy nagy hiba, hogy nincs liftakna, és nincs lift. És állt, és az egészet vissza kell bontani, használhatatlan. Állt két évig a ház, és aztán vagy lebontották, vagy csináltak vele valamit, nem volt benne lift. Hát van ilyen 60 emeletes felhőkarcoló. Mert 4 emeletig fölmész. Ott a 4 emeletes, ha itt nem is nagyon tesznek. Az lábizom gyakor, vagy kifelejtették az üstöt üzemi konyhára. Először berakták az ajtót, majd nem fért be az üst az üzemi konyhába. Szó szerint. És mondták, hogy gyerekek, az üst, ott voltak a csonkok, kiépítve minden, és mondták, hogy hát az üst, hát az üst az nincsen, mert hát benne van az ajtó. Hát ne akarják sok mindent. Hát nem fér be. Na, jó, hát szóval ilyen, nagyon jó, isteni sztorik voltak, imádtam. Tízig lehetne ezzel foglalkozni, igen.
Már hívott a kivitelezőm, hogy beszéljünk. Drága. Nem említettél nevet. Nem, ő nem tett róla, nem. Mondta, hogy délután már jön a klímás, úgyhogy megcsináljuk. Na, autókat ellenőriznek ma, úgyhogy mindenki figyeljen, akinek büdös az autója, az készüljön, mert hogy 1500-1700 gépkocsi környezetvédelmi állapotát mérik fel hétfőtől péntekig. Ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium üzeni az autósoknak, úgyhogy aki úgy érzi, hogy nem jó az autó, vagy nagyon füstöl, az figyeljen, mert hogy ellenőrzik a büdös autókat. Amikor a hírt meghallottam, azon kezdtem el gondolkodni, hogy talán tavaly mesélted el, hogy még az egyel ezelőtti autódban volt egyszer egy döglött egér. Volt egér. Hogy az például büdös? Akkor te... Hát, az nem érzed azt, ja, annyi az minden maradt abban, hogy ezt nem érzed. Nem volt szaga. Belülbüdös vagy kívülbüdös? A csomagtartóban volt. Aha. De akkor jártam ki lovardába, az azért volt. Ja, jó, én értem, nem menteget, ez volt egy döglött egér a kocsitban, ami a bomlásnál bűzlik. Tehát te egy büdös autóval jártál. Igen, de nem tűnt fel. Megfogtam, kidobtam. És ennyi. Ennyi volt. Jó, de nyilván nem a belső büdösséget nézik ma, hanem a külső. Vittem zabot, valószínűleg kiszorodott a zab, az egér bemászott, megfulladt a csomagtartóban, és... És ott szépen beledöglött. De ezt a külső büdösséget nézzük, igen. Na, ha már büdösség egyébként, San Diego-ban egy nagyon érdekes dolgot vezettek be. Lehet, hogy itt is érdemes lenne, bár ilyen taxissal mi még nem találkoztunk. Te. Minden reggel leellenőrzik a taxisofőröket. Ha büdösek, ha ápolatlanok, akkor hazaküldik őket. Nagyon helyes. Támogatom, azért mondtam, hogy te nem találkoztál, mert én még a régi időkben, nem volt szabályzás, kérlek szépen, akkor volt egy ember, aki rendszeresen valonnan levadászta a megrendeléseket, egy mezitlábas taxis volt, és senki nem tudta, hogy hogy csinálta. Valószínűleg rá tudott menni valahogy a rendes taxitársaság forgalmazására, és úgy tökre megörült, hogy egy percen belül ott volt, egyébként a kocsi jól nézett, ki nem volt szabályzás, beültél, és amikor becsuktad az ajtót, akkor jött a döbbenet. Kicsit elkezdett csinálni a szemed, kicsit könyvbelábadt a szemed, és megszagoltad saját magad, ugye elindul a kontroll. Nyilván én vagyok, aztán körbenézel, de a kocsi maga tiszta volt, és az a fajta büdösség, ami az izzadsággal jön, tehát ez a hóna, már mondjuk ki, igen, a rettenetes savas hónajszag, amitől nem úgy elkezdett könnyezni, a szemed besírtál. És még ez a kis karácsonyfa wunderbaum, ami szokott dogni, mert az szokott segíteni azért. Hát amikor az a kettő keveredik, és némi cigaretta szagban, még az jó tud lenni, igen. De itt hogy ellenőrzik ebben, az az érdekes. Tehát, hogy elindulnak a San Diego-i taxisok, őket berendelik, vannak, mit tudom én, nem tudom, 2000-en, 10000-en, nem tudom mennyien, aha, és őket egyenként leellenőrzik, mert általában minden reggel le kell jelentkezniük, és ugye nem lehet tudni, hogy mi a menetel csekkolásnak, de ha valaki koszos, vagy az autója büdös, akkor a kollégája is felnyomhatja. Na de te nem ülsz be a másik taxiba, a taxisként. De hogy gondolom, jutalmat kapnak, tehát hogy beleszagolhatsz, csekkolhatod, tehát hogy igen, ha mekkora rohadékság egyébként. Hát, tényleg. Hogy ugye plusz pénzt kap az, aki feljelenti. Tehát a csekkolás azért az érdekes dolog. Hát az hogy van? 1500-2000 ember felveszi reggel a munkát, van egy orra, aki körbe megy, és mindenkit megszagol. Most nem tudom, Amcsiba, hogy van, de ugye itt nálunk a taxisok, azok hazaviszik az autójukat. Ott úgy működik, hogy a taxi állomáson le kell tenned a kocsidat, vagy ott, érted? Mert akkor, ha ez így van, hogy ő bejön... Ott igen, ott fölveszed valószínűleg a taxit. Aha. Igen, tehát ott leadod este, és fölveszed reggel. Aha. Na jöjjön csak be, Jack! És akkor amikor átadod a kulcsot, meg a papírokat, akkor meg tudod szagolni. És igen, azt mondod, hogy nem mehetsz ki a forgalomba. Mert nálunk ez ugye azért nem megvalósítható, mert otthonról indul a taxis, tehát otthon van az autója. Általában saját autó van. Aha. Én nem tudom, hogy van a Magyarországon ez a felveszed az autót, nem. Hát itt saját autóban te mész fel, le van jelentve, arra fizetsz be egy csomó mindent, és az úgy működik. És igen, az átülés, ez hogy van? Tehát, hogy odaszólsz, hogy figyelj, nekem nem jó a fűtésem, kicsit beülnék melegedni? Másik taxisként, és akkor beültél. Hát vagy reggel felveszed az autót, és ha azt érzed büdösnek, akkor jelented, hogy a reggel, aha, felvett autóba tudják, hogy kiült előző nap. Hát még nem? Az előző taxisnak a szaga benne igen, van. Igen, csak azt nem tudom, hogy az embereket hogy csekkolják. Még az a kolléga azért, aki felnyomja, nem? Azért az is kemény. Jó pénzed, mindenre van ember. Hogy kapsz egy fejpénzt, akkor felnyomod a kollégát? Aha, igen, $5 egy felnyomás. 5 dolcsi, 10-et megcsesz, $50 van, tök jó. Ezek a felnyomós ilyen vamzerkedős kollégák azért ezek nagyon kemények szerintem tudnak tökre, lenni. Ne, szerintem meg tök. Mi, ahhoz, hogy felnyomod? Ahhoz, hogy azonnal eladnál 5 forintért. Mi? Mondjuk az én kocsimat el tudnád. Hát nem csak a kocsidat, már téged is többször jelentettelek a főnökségnél, de igen, figyelj, ahhoz szerintem, hogy normálisan működjön egy közösség, kellenek azok a kontrollok, amit csak egymás iránt tudunk megtenni.
És ez nem vamzerkedés, ez nem feljelentés, ez a normális együttélés alapja, hogyha nekem bajom van azzal, hogy te összemorzsádozod az asztalt, belekened a mézet. Mikor elszaladsz és szólsz. Akkor azt mondom, ezért hogy... vonnak engem mindenért felelősségre szerdán, mert kiderül, hogy te vagy a tégla. Gyerekek, hát ne. Olyanok, olyan dolgokat tudnak szerdán ezeken az értekezeten, amit nem tudhatnak. Mi történt ezzel a laptoppal, miért lett mézes, hogy jön ez most ide? Igen, mert az egy közösségi laptop, az nem a te tulajdonod, az a cég tulajdona, érted? És te vagy ez a kis felnyomós. Most én nem azt mondtam, hogy én vagyok, én csak mondom, hogy én képvisem azt az álláspontot itt a cégen belül, hogy vigyázzunk az értékeinkre. Aha. Érted? Ezért tudnak ők annyi mindent szerdán egyébként. Mondom, nem feltétlenül én vagyok, az csak én azt csak gondolom, csak leadod hogy... a drótot. Te rohadé. Most még melyik, miben buktam? Most egyébként semmi, most annyira vigyázok már ezekre a felszerelésekre, mint szóltak, hogy legyek szíves megkímélni mindenféle táplálék zabtól, meg méztől, amit én itt reggel fogyasztok általában a laptopon. Nem, azért ez igen, szóval jó, hát egyrészt akkor ezt eltettük. Ezt holnap jelentjük a Janinak is, hogy megvan, hogy ki a tégla. Ez nem vamzerkedés egyébként, ez nem felnyomás, ez a korrekt, tisztességes együttélés alapja. Vajon minden munkahelyen van, igen, ez szépen kijöttél ebből. Vajon minden munkahelyen van ilyen az úgynevezett idegesítő, most nem is csak arra gondolok, hogy vamzerkodik, de az idegesítő kolléga az vajon mindenhol van? Az van, nem? Az van. Tehát aki, nekünk például nagyon sok olyan kollégánk volt régebben, tudod, van az a több típusú kolléga van, de van a mindent tud. Hagyd majd én, ezt így kell. Sosincs úgy, ahogy ő mondja. Ja, hogy meg is csinálja helyetted, bármi, az a jobbik. Bármi, amivel problémád van, ő jön és megoldja. Aztán kiderül, hogy nem tudja megoldani. Vagy rosszat mond, vagy hosszabb utat mond, de van az a mindenbe beleszólós, mindent erintőzős, mindent tudod, legyintős, majd ő. Ez megvan ez a típus? Dambban volt. Honnan tudhatnám, majd én tudom. Aki mindig azt mondta, majd ő a nyomtatót, azt majd ő kezeli, mert mi mindannyian hülyék vagyunk hozzá egy papírtárcát. Na, erről beszélek, igen. És akkor mondtuk, hogy most törted el a papírtárcát. Tehát, hogy értelek, hogy te értesz hozzá, de nem ez volt, és az a recsen, és ez pedig nem a hivatalos hang, hogy visszatolod, hanem eltört a papírtárca. Ilyen volt, de ő vamzerkedett is. Én csak jelentem azokat az eseményeket, amelyek nem, veszélyesek. Két héttel ezelőtt belöntöttem a teámat a laptopomba. Fura, hogy a Titus tudott róla, és így azon kattogtam, hogy honnan a francból tudja ezt, hogy most egy deci tea belementem. Ennyi. Most kicsit az iszkébogó, meg nem tudom, az F1, F8-at kicsit megsérült. Igen, az a laptop, az használhatatlan a többiek számára. De rohadék. Ne, ez nem rohadékság, gyerekek. Most tényleg hallgatok, védjetek már meg. Ez nem rohadékság. Te rohadt van, Zerhely. Na, aztán oda jelengetsz. Na jó, van, szépen vagyok. Ákos 10-től már ott mondja a híreket, vagy következő hát, hírset. Leszokott már arról, hogy a helyemre beüljön itt. Már itt mindenki tudja a rádióban, hogy nem jó erre a székre ráülni, meg ide, mert itt mindenféle dolgok vannak, úgyhogy nem tartok túlságosan rendet. Szóval volt ilyen kolléga, aki majd ő tudja, majd ő megmondja. Majd én tudom, és állandóan eltörte a papír tartótálcát a izén a nyomtatón, úgyhogy aztán idő után kivettük a kezéből. Milyen típus van még, ami idegesítő kolléga lehet, ugye? Van a majd ő tudja, majd én megmondom, majd én megoldom. Van a számon kérő kicsit önkéntes rendőr, ha nem dobod bele a kukába a szemetet, véletlen mellé dobod, almacsutkát hagysz az asztalodon, kicsit ez az Anna típus. Ez a úgy rak rendet utánad, hogy azért szól, hogy ő most rendet rakott, igen. És azért érezd magad rosszul, hogy ő rendet. Te nem kérted rá? Ebből kettő van, a jó, Jani is. Jó, majd akkor én ezt a tányért elviszem. Tudod, igen. Van ez a típus. Ne vidd el, köszönöm. Ne, jó, nem kell, majd látom, hogy... És tudod, még eszel, még rajta van az utolsó szem. Majd én elviszem. De majd ő elviszi. Kicsit megsértődik, felháborodik, nem kéred rá. Ő elteszi, de azért érezteti, hogy ő eltette. Van ez a típusú kolléga is, tudod? Van a másik szedjük össze akkor azt a néhányat. Jani, de ő sose szól. A Jani nem, a Jani csendesen pakol magát. Igen, az sokat. Anna viszont megmondja. Miért az Anna? Szerintem én az Annával vagyok. Az Anna is tök korrekt például. Az Anna féle viselkedés is tök korrekt. Tehát nézd meg, megint itt hagytál kettő darab tányért magad mellett. Igen. Megint reggeliztél, az Anna be fog jönni, és ezeket el fogja vinni. És rosszul vagyok attól, ha valaki addig pakol, amíg tart a munkaidőm. Ezek a tányérok azért vannak itt. Már viszem is őket ki. De tényleg, nézd már meg, hogy néz ki. Megette belőle? De megettem. Megette. Ez egy adóstúdió, gyerekek. Nem van ide. Ne vamzerkedjetek, hogy eszem a stúdióban, nem lehet enni a stúdió. És itt van a méz az asztalon, már megjön. Néznek szőlő. És ezt így bele az étterbe, tudod, a technikai igazgató az most borult rá a kocsira. Már itt van a Gyula. Már itt van a Gyula. Figyeljetek, 10-ig tart a munkaidő. 10 órakor én fogom a kis adásmenetemet, újságokat ott, és mindent elviszek magam után. De itt 8:30-kor itt nekiálltok sürögni, forogni, vamzerkedni, jelenteni, elpakolni, hát ettől én megőrülök. Nézd már meg, szőlőfürt maradékok, meg hát Istenem, hát, most én rossz ember vagyok, hogy megettem egy fürt szőlőt 8:30-kor? Nem, a pablagon tedd, ott az előtérben tedd. Igen, az azért van az asztal kint, érted? Úristen, kiét? Igen. Ilyen, hogy ti, ho, én ki kell dolgozom én együtt minden reggel.
két ilyen vamzerrel. Ilyen jelentgetős vamzerrel dolgozom én. Fúj. De ez nem jelentgetés, hát elpakol, csak a te épülésed érdekében ő megjegyzi, hogy ne hadd itt legközelebb. Zsűl, te ne bologass, te is velük vagy? Há, persze, nem lehetsz velük. Lenne. Nem lehetsz velük. Jó, szóval van az Anna típus. Az időben nem, a, nem kértem, igen. De elrakom, de, szá, de, de rosszul szóval. Nézek rád. Próbálok igen. Nevelni, igen, igen, igen. Nem adtam még föl, hogy embert csinálok belőled. Apró kérős, köszönöm. Apró kérős, sosincs pénzem, adj egy százas típus, megvan? Én vagyok. Nincs. Gyerekek. Ha, az RTL-ben van egy ember, ha nem kért eddig tőlem el 1,5 millió forint százasokba, gyerek, azt komolyan mondom, figyelj, mondom, figyelj, én veszek neked egy lakást. Esküszöm, csak ne kérjél többet. Vagy tudom, itt egy ezres, és felejtsd egy holba. Bali. Bali, nincs 200-ad, nincs apró, mindenki egy kávé. Tapogatja a zsebeit. Tapogatja a zsebeit. Rohadtul nincs száz sem. Persze, figyelj, itt van. Tudod, másnap megint megy be 5 percet, hogy Bali, van egy, már meglát, Bali, van egy százasod? Na, hülye vagy, mi, hülye vagy, ne nézzél már, hogy mi a fejős tehén. Csak bankkártya van nála. Igen, ez az a típus. Van egy ezresem, nem akarok fölváltani. De mi mennyi a számla? 800 forint. Ha vásd már föl azért azt az ezresért. Ha most azért... Egy ezért nyugodtan feltőhez, tehát van az állandó apró kérő, megvan? Azt te vagy? Ja, én szoktam, de azért, mert nekem meg nem fogadja be a gép a 100 forintost. Van olyan, tudod? Igen. És egyébként rájöttem, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez még jobb, mert akkor nem kérsz, hanem ott állsz a gépen, dobod bele a 100-ast. Ha egy picit megreszeled, megkereszelni, akkor nem veszi, ja, akkor nem veszi be. A körömreszelővel az egyik oldalt megreszeled a 100-asnak, akkor érted, ott fogsz állni, és megsajnálnak. Hogy van neki 100 forintja, de nem veszi be a gép. Jaj, és akkor... most is itt van a zsebedben ez a 100-as? Nem, a reggeli kávét azt te fizetted. És akkor érted, ad egy 100-as, mert azt mondja, és nem fogadj el, hagyjad a tiédet, jó van. Úgyhogy minden nap van egy ingyen kávé. Nagyon jó, hűtőbe beleevőst, kievőst. Na ki az? Na tényleg? Ki az? Mióta Jari nem hoz túrorudit, azóta nem csinálom. Tehát mióta nincs túrorudi a hűtőben, azóta nem csinálom. Ez nem igaz, te mindent kieszel a hűtőben, nem csak a túrorudit, hanem ami van. De most csak romlott dolgok vannak benne, ne igen, egy ideje, azonban senki nem tett semmit a hűtőszekrénynek. Kievős a túrorudit, a más mézét, a más kávéját, a más tejét. Na? Igen, abszolút. Ugyan, jó, hát kicsit elveszik, igen. Na. Van a nagyon probléma meghallgatós, az megvan? Probléma meghallgatós, nagyon bólogat. Ügyen. Igen. Ő mesél, nekem mesél, de. Igen, kimész azonnal. És mindenkinek. Igen, az nagyon, nagyon átérző, nagyon, ez nagyon szétmondja mindenkinek ez a típus, hogy én munkahelyi típusok gondolkozom. Van egy pár, akivel azért így együtt kell élni. Típustól nagyon rossz kedvű leszett. Tehát volt olyan, hogy kimentem, semmi bajom nem volt. Láttam, hogy nem stimmel valami. Nem, mondom, minden oké, okay, jól vagyok. Igen. Van a rosszat beléd magyarázós. Nem, tényleg, látom, hogy van. Látom. De nem, minden oké. Okay. Uh-huh. Nem akarod elmondani mit. De nem, mondom, minden oké. Okay. És egyre idegesebb vagy és már tőle. És egy idő után már valamit mondasz, amiből ő aztán azonnal szétspriccelje. Jön a színezés, persze. Teljesen érdektelen dolgok hosszan elmesélése, miközben újságot olvasnál. Megvan az a kolléga? Fú. Anna. Soha nem megyek oda, így olvasom a Népszabadságot, hogy akkorára nyitom, mint egy ilyen kémfilmbe, tudod, hogy eltűnik reggel. Hát és képzeld el, reggel oda mentem a zöldségeset, és a zöldséges azt mondja, hogy friss a tojás, aranyom. Hát képzeld el, nem volt friss a tojás. Tudod, bebudolálom magam, mint egy hajléktalan újsággal, hogy eltűnjek itt a kanapén, ahol fekszem, és képzeld el, és hát is mondom neki, hogy aranyom ez a csirkácom. És közben még látványosan telefonálsz is, és újságot olvasol egyszerre, hogy szóval, néha, hogy kinézek az újság mögül, aha, visszahajtom az, de tényleg, visszahajtom az újságot. Ott követed el a hibát az ahával. Ott kap egy életjelet, hogy még figyelek. Fú, igen. Nem, ez van igazság benne, észre szoktam magam menni, van igazság benne. Egy idő után egyébként most már észrevettem, hogy észreveszem persze, magad. Persze, észreveszem, abszolút. Ugye 8-10 perc után így elandalogsz, tudod. Fejlődőképes, hogy Feri is ezt szoktad csinálni, reggel beül 3-4-6-kor olvassa a bulvárt, és lököm neki. Tudom. És nem válaszol, aha, igen. Nem igaz, válaszok. Aha, nem. Aha. Igen. Az első két évben, amíg együtt voltunk, próbáltam tartani a szemkontaktust. Két év után már csak így mondtam, hogy aha, igen, hú, ez durva. Most már meg se szólalok, csak egy tényleg, de ritkán megyek oda hozzátok. Tehát fejlődőképes vagy, mint ahogy hoztam kávét. Veszed a lapra minden reggel. Mi az, nem. Hogy ritkán? Minden reggel oda jössz. Elmaradozik most már. Elmaradozik. Elmegyek, rövid ideig tart, és holnapra hoztam kávét. Igen. Tehát, nagyon hogy ezt a fejlődést van. Várom tőletek. Én úgy vagyok reggel, jön az Anna, már látja, hogy nyúlok az újság, én már arra kikerültem. Nekem már nem kell már semmit, csak így nyúlni az újságért. Már megy is arrébb. Kész. És van még gyerekek, az információ tudósunk, nekünk olyan nincs, aki bejár a főnökhöz, kijön, becsukja az ajtót, lehorgasztja a fejét. Igen, mi van? Ha semmi. Ti tudnátok. Igen, de mondj már valamit. Majd ti is megtudjátok. Az információ díler, én azt úgy hívom. Tudod? De nem díler, mert nem adja tovább. Igen, csak úgy csinál, mintha nagy dolgokat tudna. Hát meg az önfényező. Aki tudod, úgy adja elő, hogy mintha neki köszönhetnél bármit. Tehát, hogy ő abba rettenetesen jó.
Igen, gyerek, hát nem egyszerű egy munkahelyen. Leginkább veletek nem egyszerű, már mint hogy itt dolgozni. Köszi, tényleg cuki vagy, aranyos vagy, nagyon drága vagy. Igen, van, aki annyit ér, és van a büdös szájú. Hát köszönjük, nem akarunk. Nem akarunk ennyire mélyre menni, igen. Na, mindenkinek van kollégája, lehet egy kicsit panaszkodni. Hétfő van, esik az eső, nyomottan indul a hét. Nézzük, vagy vegyük végig azokat a kolléga típusokat, amikkel az ember együtt dolgozik. Jó, mi felsoroltunk néhányat, mindenki nézzen szét a saját munkahelyén, és írja meg, hogy ki a legtipikusabb, mit csinál, hogy lehet tőle megszabadulni, hogy viselkedik, és milyen ismertető jelei vannak. Kiviszem a tányérokat, aztán majd veszem a telefont, ha ráérek. Fél 9 után, és 5 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. A kolléga típusokról beszélgettünk, ugye? Mindenki, aki kollektívában dolgozik. Egyszerűen át kell, hogy élje, ugye, hogy hát nem mindenkit szeret az ember, van ilyen típusú kollega, olyan típusú kollega, de utána most a kollega szót, nem? Miért? Így hívnak benne. Kollega. Kollégák. Kollega, igen. Kollégák. És hát arról beszélgettünk, hogy kicsit írja egy hallgató, hogy ez megint terápiás jellegű ez a ma reggel. Mindenki, gyerekek. Igen, az összes ilyen típusú téma az nálunk kicsit terápiás jellegű, hogy kinek milyen ember típus vagy kolléga típust kell elviselni a munkahelyén. Hát itt is szenzációs SMS-ek vannak egyébként. Minden típusból van. Mi is nagyon sokat felsoroltunk, de a hallgatói még egyébként hozzátesznek egy-kettőt. Ez mi ez a bögre, ami behozott a Viki? Ő az a kolléga, aki az adás közben hogyan tudjuk elterelni a figyelmünket másfelé. Kolléga, Morning Show-s bögre. Morning Show Feri. Tiéd nyilván Morning Show Balázs. Igen, ugye ez egy sima vizes pohár. Bele van gravírozva. Igen, na mindegy, majd megtudjuk, hogy kiküldte, köszönjük szépen. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy milyen típusú kollégákkal vagy kollégával dolgoznak a hallgatóink. Imádom azt a kolléginát, aki 8-tól 9-ig reggelizik. 10-kor természetesen 10 óra izik, 11-től 13-ig ebédel, 2-kor úzsizik, és 3-kor hazamegy. És 9-kor, 11-kor és 1-kor kávészünetet tart. Van a viccmondó kolléga, tud 5 viccet, naponta 10-szer elmondja őket, a poénnal kezdi, és csak ő röhög. Ismerem ezt a típus. Nagyon kemény, igen. A szarkeverő, bocsánat, aki mindenkit kibeszél a háta mögött, kelti a pánikot, majd jópofizol, amikor találkozol vele. Ez G küldte nekünk. Aztán van az informátor, elmondasz neki valamit, és kb. 5 perc múlva hív a főnök. Hallottam, mi történt. A másik, nagyon jó típus, egyébként tényleg így van, ilyen is van. A másik, aki megcsinál helyettem valamit, elmondja, hogy nem gond, szívesen teszem, megcsinálom, ne törődj vele, persze. Majd a többiektől visszahallom, hogy köpködött, hogy megint helyettem kellett dolgoznia. Tényleg semmit nem dolgozik az a gyerek, nem is érte, megint nekem kellett megcsinálni. Igen. Tényleg ez is ilyen típus. Abszolút, de én ezeket nevetek. Ez szórakoztat, írja egy hallgató. Nem. Az én főnököm úgy adja oda minden hónapban a 85 ezer forintos fizumat, mintha szívességet tenne. Éppen csak azt nem teszi hozzá, hogy költsem gyógyszerre. Legrosszabb munkatárs, minden e-mailt hangosan felolvas, megvan ez a típus. Az ügyintéző, ugye? Jó. Nagy tipikus. Időjárás felolvassa, egész nap pofázik. Ha már miről beszéltek neki, biztosan van egy jobb története. Vele sokkal jobb dolgok történnek. Hétfő reggel elmeséli az egész hétvégét, folyamatosan hol melege van, hol fázik. Iszonyat idegesítő, írja atya. Tényleg a van ez a... tromfoló. Igen. Ezt én csak... ő az, aki nem tudsz olyan sztorit mondani, hogy ő neki ne legyen jobb, nagyobb, hosszabb, izgalmasabb, érdekesebb. Igen. Ha nyugi van, akkor neki melege van, fel kell, hogy kelljen kinyitni az ablakot. Ha tök jó idő van, akkor elkezd látványosan fázni. Igen. Őt az energiavámpírnak hívom, aki mindig figyelmet akar. Tehát mindig azt akarja, hogy valaki vele foglalkozzon. Ha mindenki jól van, biztos, hogy fáj a feje is beteg. És ha senki nem beteg, tudja, hogy influenzás. Ha beütöd valamidet, tehát egy ilyen akut ízébe, amit a könyöködet egy bútorba, hogy, és felsziszensz, akkor mondod, ha csak tudom, milyen érzés, de nekem 3 napig fájt. Igen, akkor. Igen, és tudja. Hogy jön igen. Ez ide? Hagyjál már békén. Van az a típus, írja egy hallgató, aki sajnál, mert kevesebbet keresek nála. Hát mondjuk az őszinte. Az mennyire tipikus. Jaj, ha tudom. És akkor ilyenkor azt mondja, tudom, hogy te csak ennyi, tudom, hát szörnyű, hidd el. De várjál, ilyenkor azt is mondja, hogy ne csináld meg, majd én megcsinom, mert többet keresek. Már ez valószínűleg nincs benne. De szép. Aztán van egy kolléganőnk, akitől meg lehet őrülni, a rádiót mindig lehalkítja a mi helyünkön, mert ő 2 szobával arrébb van, de ugyanakkor zavarja. Ablakot mindig ránk nyitja, mert neki melege van. Akármilyen ebédet hozol, kér belőle egy hápit, mert ő még ilyen sorsevet csoszokba megy, ez a lelki terror. Hozzá egyszer vajas kenyeret, de tényleg, hogy abból kér, hogy ő még ilyet nem evett? Igen. Vajon? Bali, te még a jeget is kieszed a hűtőből. Ez igaz. Ez gyerek, igaz. Hát de ezt nem. Már kitárgyaltuk. Igen. Van, aki állandóan panaszkodik, annál nincs rosszabb. Bármi, amiről beszél, tuti, hogy neki semmi nem jó. Bármire te mondasz valamit, hogy neked rosszabb volt, neki még rosszabb. Aha. Van ez a típus, igen. Is. Ez a hagyjat csak. Sírós. Igen.
Az én munkatársam azt nézi, ki mikor jön és mit csinál, de semmi köze hozzá. Az ilyeneket a suliban folyamatosan megvertük. Őt nem tudom, mivel alázták meg, de nagyon kancsó már. Írja nekünk Petya Sopronból. Van még a lihegős, aki mindenki kreativitásából kiveszi az ő kis részét. Ja, özügyintéző típus? Ő lehet, nem? Nem, ő valószínűleg, tehát ő az, aki azt meg tudja csinálni, és ez egyébként egy marha jó tulajdonság, ha belegondolsz, hogy mondjuk egy team dolgozik, 8 ember, és ő benne van ebben. Heten dolgoznak, mint az állat, és a végén ő jön ki úgy belőle, mintha az egészet ő csinálta volna a főnöknél. Igen. Ugyan, bár tipikus. Egy tizedét tetetted bele, ő 20-adá, érted, mindenki összerakta a dolgot, és ő jön ki mindig úgy, hogy gyerekek, hogy hát figyelj, a tímünk nagyon jó dolgot, de te nem csináltad semmit, takarodjál már innen, de nyilván nem mondod ezt. Igen, nagyon jó típusok, én annyira ráismerek, én annyi munkahelyen dolgoztam már, és tényleg a magában motyogós, mindent kommentál, főleg a ideges. Hát ezt nem hiszem el. Hát most mit csinálják? Megmondtam ennek az idiótának, hogy nem lesz jó. Tud, megvan ez a típus. Ő azért mondja, hogy halld meg. Vagy ő, igen, ő... ha jó kedve van, akkor sincs csöndben, akkor fütyül. Ezt csak küldte nekünk. Nem, ő szerintem ez a, ő így vezeti le a stresszt. Aha. Tehát ez egy ilyen stressz levezetés. Valószínűleg a vegetatív idegrendszerét így nyugtatja meg, hogy folyamatosan kibeszéli magából. Van ez a motyogós típus. Hát ez nem, hát ez most lehet, hát most ő föl jó, hát nem veszi föl, nem veszi. És magának mondja. És mondja azt, hogy hív föl, hív már föl. Igen. Aztán van az igénytelem. A mi munkatársunk a pólójával törölte ki az izzadságot a hóna alól, majd 2-3 perces szaglászás után úgy döntött, hogy ez még jó lesz. Ezért visszavette. Ez tündik, írta nekünk. Aztán van, aki a saját poénjaidat mondja vissza, igen, még az előző munkahelyről. Az is egy típus. Köcsög ez a Ferina. Ezt olvastam, nagyon tetszett, igen. Nem én nyomtam fel a bazsiktét, tényleg. Gyerekek, én ülök én ott szerdán hülyén, és mindig azon gondolkoztam eddig, hogy ezt vajon honnan? Titusz, ne árulj el, kérlek! Hogy az Istenbe tudja, hogy megint laptopot kellett cserélni, mert méz ment a laptop, és szól nekem, hogy ne egyek, kamera van, ja, ne ez a Jani. Szörnyi, komolyan bejár a Titushoz. Köszönöm, hogy nem vagy itt, bocs. Honnan az Istenből tudják, igen. Aki még nagyon rossz, és gyűlölöm, bár... Igen, irodáról, bocsánat, irodáról irodára jár közölni, hogy mennyi munkája van. 2-3 óra elmegy vele naponta. Nagyon tipikus ez is, mondjad? A közelbe lépős. A közelbe, igen, az aurába belemászol. Nagyon odalépek, mert azzal azt akarom kifejezni, hogy én veled vagyok, gyere, mi összeálltunk ketten. Hú, de utálom. Szem, ideál, eléd, az orrod elé, és ráadásul neki általában büdös a szája. Igen. Ez még szokott. Hú, és nagyon tipikus. Dumáljuk már is. És te mész hátra, már bennász a tujában, már érzed, hogy a szúrja a bokora tarkodat, felkapaszkodtál már a kávéautomatára, már benn vagy a budiban, még hátra, és ő nem csak jön. És észre is ilyen. Nem, ő valószínű úgy érzi magát biztonságban, hogy nagyon közel jön. Van ez az aurába belemászol. De én nem érzem úgy magam azt, hogy engem. Kéne tudatni. Lögd arrébb. És ide egy hallgat, hogy egy típus még kimaradt, az örökbeteg. Egyébként tényleg 600 fájdalomcsillapító, mindig mindene fáj, az összes orvost ismeri. Tényleg. Nagyon klassz. És végre, amikor valaki beteg a csapatból, akkor ő nagyon örül, mert végre neki feladata van, segítséget tud nyújtani. Ugye tudja mondani, hogy fáj a fejed, akkor ezt vedd be. Na ne hülyés, gyomorpanaszok, igen, menjél, nagyon, van nagyon. Egy jó orvos. Nagyon jó tipikus kollégák jönnek. Van a tipikus kolléga, aki indokolatlanul fel alá mászkál egész nap. Megvan. Őrületbe kerget az állandó cipőkopogásával. Hát igen. Na jó. Nagyon jók jöttek. Köszönjük szépen az SMS-eket. Lezártuk ezt a témát. Hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Sziasztok, Titusz vagyok. Feri volt. Szemetek. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok! Hello, Péter! Honnan hívsz minket? Hello, hát én jelenleg most Újpest központban vagyok, és Fótról próbáltam bejutni. Na, és milyen a közlekedés? Hát a 7 órás vonattal akartam bejutni, most jutottam be Újpest központba, ez mindent elárul szerintem. Atyaisten! A vonat se jött? Hát nem jött a 7 órás vonat, aztán próbálkoztam a busszal, amit lekéstem, így végül egy fuvart sikerült szereznem, ami a dugóban ácsorgott, tehát... régi Fóti út, meg ezek meg vannak valami. Hányra kellett volna menned? 8-ra? 9-re. Ja, 9. Hát akkor mondjuk jó. Rutinosan időben indultál. Mondtak valamit a MÁV-nál, hogy miért nem jön a vonat, mennyi késés, bármi, semmi? Nem nagyon, nem nagyon. A néni be volt zárkózva ott a kis izében. A kis egy kiadóban. Félt, hogy megverik biztos.
Zsiga, mi történik? Én ezt nem tudom, áll az ember egy ideig, mondjuk hétre várja a vonatot. 7 óra 10, azt mondja, ez még benne van. 4-1-8, elkezd gyanakodni. 7:30? Mennyit hagy rá egy sima, mai, hagyományos mávval utazó? 1/2 óra, 3/4 óra? Vagy mennyit vársz ilyenkor? Hát igazából meg szoktam nézni applikációba az interneten, bár ez ma reggel nem írt ki semmilyen időt, úgyhogy hát mondom, ilyen fél körül azt mondtam, hogy nagyon akkor megpróbálom a buszt. Atya Isten. Tehát egy laza fél órás áldogás, olyan szerintem, hogy jó, akkor ott... Nem várunk tovább. Sokan voltak a megállóban? Hát igen, igen, egy páran igyekeztük iskolába, de neki se sikerült. Atya Isten. Erről nagyon sokat beszélünk, de szerintem ez az egyik legnyomasztóbb helyzet ma Magyarországon már a közlekedés szempontjából, mert ugye a busz azért otthon időben oké, hogy utána dugóba kerül, de valamennyire kiszámolható. De ez a teljesen reménytelenül áldogálás egy vasúti megállóban, fogod a gyerek kezét, látod elúszni az első órát, plusz még neked is be kell érni, hát ennél szerintem nincs reménytelen. Letérdez, hallgatod a sineket. Nézel a honlapot, nincs információd, állsz, ránéz, és aztán szépen elbalagsz a megállóból, az hát ma se jött. Az a baj, hogy a 21. században nem tudjuk azt megcsinálni, hogy hetente maximum csak egyszer legyen szar a tömegközlekedés, tehát minden áldozat. Igen. És hát a mávról aztán meg ne is beszélj, mert ők aztán ott szegények tényleg. Hát menetidőt vagy menetrendet kéne változtatni, mindig ezt mondom. Ez a jó megoldás. Na jól van, oké. Ma majdnem megkérdeztem, hogy milyenek a kérdések, Jani. És csak vártunk. De az fura lenne, mert akkor a Jani ma nagyon csendes. Na megnézem, várjál. Azt mondja, hogy jó, hát a harmadik az nem annyira könnyű, de a többi az vihető. Mehetünk? Hát hajrá, hajrá. Így szól az első kérdés. Dedikált nyakbaakasztóért. Melyik legendás rockzenekar egyik dala a Smoke on the Water című dal? Ó, hát ez a Deep Purple. Így van. Mindenki ezt tanulja meg elsőre gitáron. Jing, jing, jing. Felkelő napháza és a Smoke on the Water, így van ez a kettő. Oké, mehetünk tovább? Persze, haladjunk. Így szól a második kérdés dedikált Egér alátétért. Kit alakított David Carradine a Kill Bill filmekben? Húha. Ki volt ő? Láttad a Kill Bill-t? Igen, igen, igen. Hát nem olyan nehéz egyébként. Hát figyelj, ő maga volt Bill. Így van. Oh. Ő maga volt Bill, így van. A végén győzi le, ugye? Jaj, ne áruld el, én még nem láttam a végét. Jó, de te még a Csillagok háborúját se láttad. De illetve... az egyiknek az elejét már megnézem. Az a felirata, hogy megy az a révén. Igen, háborúja. A múltkor meglepődött, hogy fura szőrös lények vannak benne, és kis beszélő robotok. Tehát neked azért elég messziről kellene kezdeni. Jó, de azért ne áruld el, egyszer áthájítok odáig. Neked az elmúlt 20 év azért, hogy 30 év erősen kiesett. Na mi legyen? Menjünk tovább? Hát milyen típusú a harmadik kérdés? Hát ezt nem tudom kategorizálni. Mit mondjak erről? Idegen szavak és kifejezések, pszichológia, pszichiátria, hát erre nem körülbelül ez a témakör. Így. Hát szerintem inkább passzolnám. Jó, az se baj, ha megállsz, akkor elviszed a fix nyereményt, a dedikált. Inkább megállok, mert legalább ez a jó legyen a mai napomban, hogyha már nem érek be sehányra. Persze, jó, persze, vidd el a nyakbaakasztót és az egér alá téted, ezzel biztos Jalinak meg van egy kérdése holnapra. Ami megbenekült. Jó, küldjük neked akkor. Jó, van rendben, köszi szépen. Köszi a játékot, Péter. Köszi szépen. Köszi, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Van egy friss közlekedés hírünk, Cseperről kifelé a temető után rendőrség és KPM. Ezt Peti küldte nekünk, valamint az M3-as 114-es kilométerénél Budapest felé a felüljáróról sebességet mérnek. Ezt Gézi küldte nekünk, illetve az Üllői út sarkán ismeretlen okból rendőr vezényel, de csak időnként nem értem. Hát, gyakorol. Nem tudjuk. Méze küldte nekünk. 3 perc múlva pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlva 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! Nincsen ma Janink, ugye tegnap részt vett a félmaratonon, ez az utolsó hírünkről állítólag lefutotta, ma egy picit rápihen. Képzeld el, az van a befutónál, írta az egyik hallgató, hogy ő onnan tudja, hogy sikerült a Janinak, hogy mondják a nevet. Bemondják a nevet, igen. De hát 13 ezeren indultak. Hát csak nem egyszerre jönnek be. Ugye, hogy azért az nem úgy van, hogy 13 ezer ember elindul, és... Ugye, Feri, a rohadt mik vannak már azért a modern világ, mi? Apám! Ezen... De... És akkor a célvonal közé... Tehát ez egy 2-es, 3-as, 5-ös okay. Bolyog egyedül. Tehát, érteleg. Hogy... De hogy honnan tudjuk? A rajtszám alapján.
Nem, úgy van, hogy csak olyan műsorvezetőt tudnak hívni, aki megjegyez 13 ezer embert arcról. És a végre jön Kovács a 2 Attila, ja nem, most látom Kovács 3. Jön a 626-os, mondjál, nem, abban a pillanatban, hogy átfutsz, nyilván van egy rajtszámod, és akkor ott kiírja neki gépbe, hogy ki jött át, és akkor köszönjük. Vagy amikor már látja, akkor leolvassa, mint 10 méterrel a cél előtt, és tényleg itt tartunk. Gyerekek. Egyébként most kimentem. Hívták, csak mondtam, hogy nem vállom, mert nem tudok 13 ezer embert fejbe tartani. Úgyhogy sajnos nem tudok menni. Ketten kérdezték meg, hogy te tényleg nem láttad a Csillagok háborúját. Ilyen ez a rádióműsor. Nem, de mondtad egyébként, hogy, mondtam, hogy nem, gyerekek, tényleg sok minden nem kell elhinni, ez viszont igen. Mert viszont, igen tényleg nem. Rendőrautó ütközött a Rejter és a Robert Károly útkereszteződésében, tart a helyszínen, és ez Zozó küldte nekünk, Miskolcon süt a nap, akkor itt már szerda van? Kérdezi egy hallgató, igen, ugye beszéltünk arról, hogy szerdán jön a napsütés. Néhány helyen az országban van napsütés, de szerdán lesz jó idő. Püspökladán 4-es főút szigeti átjáró előtt az éber őrök fotókkal teszik még kellemetlenebbé ezt az amúgy szomorú időjárást, üzente nekünk Atis. Akaratjára a képtelenség vonattal Pestre jutni. Jó lenne megkérdezni a MÁV-ot, hogy akkor miért nem indítanak pótló buszokat? Kérdezi Enikő, jogos a kérdés. Ürömtől az Ósanig áll a Vörösvári út Pest felé, üzeni Peti. M5-ös 44-es kilométer Szeged felé van egy trafink, ezt Maja küldte nekünk. Cseperről kifelé a Temető út a rendőrség plusz KPM, ezt Peti küldte. És az M3-a 114-es kilométerénél Budapest felé a felüljáróról mérik a sebességet, ezt Gézi küldte nekünk. Egyébként azt nem értem, sok minden nem értek. De se, akkor nagyobb a igen, hogy, a befutót. Hogy miért nem csinál a MÁV egy olyan alkalmazást, ami ma már azért nem egy milliárdos beruházás, hogy engem mondjuk érdekel a Fóti vonal. Felregisztrálok egy telefonszámmal, és tudja a MÁV, nyilván egy automata, amit beállítanak, hogyha azon a vonalon történik valami, akkor én, mivel beregisztráltam erre a telefonszámra, kapok egy SMS-t, hogy ma reggel, mit tudom én, a Fóti vonat fél órát késik. Ez nem egy bonyolult dolog. Azt hittem, hogy a sajtószóvivő hívték, Balázs, kelljenek kicsit korábban. És egyenként mindenkire rácsörög a MÁV. Legyen kedves, nem fog odaérni. De mit tudom én, te a Vácszob Budapest vonalon jársz be. Fölregisztrálsz, beírod a vonalat, megadod a telefonszámodat, és ha aznap reggel kimaradás van, és nyilván nem a bakterod vakarja fél óráig, hogy megint lefulladt, de miért nem indul már, szólj már be a központba, hogy küldjenek egy másikat, hát nem ennyire középkori módszerre zajlik ez, már pedig azt halljuk, hogy sokszor igen. Igen. Akkor kapna egy SMS-t az, aki a Váci vonalon jár, hogy ma ne menjen ki 7 órára megállóba, vagy menjen alternatív módon, vagy menjen egy órával később. Aha. Hát azért ezt már csinálják a BKK-nál is. Szerintem ezt fejlesszük le, ezt a programot, vagy fejlesszük fel, nem tudom, hogy kell mondani. És na most ezt elmondom neked, ez 3 millió forintból megvan egy ilyen. Ne, jó, de hogy lehet ez értek, nem 500 millió, jó, ez egy automata. Annyit. Hát igen. És egyszerűen az kéne, hogy ahol lerobban van, ott beszólnak a központba, és az applikáció, vagy ez a telefonszám, ez pedig kiküld neked egy automata SMS-t. De nem kell, más start.hu-n fenn vannak a késő vonatok, oda reggel te fölmész, mielőtt indulsz, megnézed, már késik 40 percet, tudom, hogy... Na de látod, hogy most beszéltünk, vagy hallod egy Fóti hallgatóval, aki azt, hogy megpróbált minden utána járni, és ezt nem írták, ezt a késést, vagy nem volt kiírva, hogy késik a Fóti járat. Ha nem írták, akkor neked se jönne az SMS. Hát ez az. Igen, nem jönne az SMS, de ez milyen egyszerű lenne, hány ember életét könnyíteni ez meg, nem? Hát, ha működne. Aki minden nap kiszolgáltatottan, átadva magát a MÁV hóbortjainak, várja, hogy most bejön a vonat, vagy nem jön be a vonat. Aztán az esetek többségében sokszor nem jön be a vonat. Tehát mindig úgy jönne a pitty az SMS-re, hogy már kinn állsz az állomáson. De még... Látom már ezek, hogy késik. Igen, látom, kösz szépen, kösz Józsi, hogy elküldted, itt állok rohadtján, meg fél órája, kösz, hogy elküldted. De nem is, legalább azt éreznéd, hogy valamennyire, szóval mit tudom én, ugye hát ennek a azért itt van az, hogy te bizalmat szavazol azzal, hogy megveszed a jegyet. Hát akkor visszafelé is kell, hogy kapjál valamit. Fölmentem most a MÁV startra. Engedjétek el. Minden késik? Hát az a baj, hogy pirosak vannak. Tehát piros. Például a Celdömök Budapest az már 78 percnél tart pirossal. Úristen. Aztán van a keleti sűsáp, az egy szolid 30 percet késlekedik, úgyhogy ez kemény. Székesfehérvárról ne akarjatok most vonattal jönni, vagy Veszprémből. Igen, mert azt tudom, hogy vannak olyan alkalmazások, ami ezt jelzi, hogy mennyit késik, meg hogy hol a vonatot pontosan. Igen, de mondjuk ez nem szól rá tényleg, tehát erre rá kell menni, nem rossz ötlet. De hogy egy ilyen alkalmazás, hát ez nem egy horror dolog egyébként, és ezt megcsinálni nekik. Na mindegy.
Voltál a borfesztiválon hétvégén? Nem jutott. Fönt volt a várban. Igen, tudom, ez a mindig, minden évben ősszel van. Még meghívást is kaptam rá, hogy ígyunk egy jó fröccsöt, de sajnos nem jutottam föl. Ti voltatok? Jó nem, volt? Fel akartunk menni, de nem jutottam, mert bebábozottam hétvégére. Nem volt, viszont felmentek a barátaim néhányan, és nagyon érdekes dolgot mondtak, amit én elsőre nem is akartam elhinni. Azt hittem, hogy már kicsit sokat italoztak és elnéztek valami, de nem, aztán kiderült, hogy tényleg így van. Mert hogy képzeld el, hogy a NAV ilyen kis bódékkal megjelenik különböző fesztiválokon, én ezt nem tudtam. Kitelepül? Kitelepülnek, igen, és ott voltak a borfesztiválon is, ahol oldott hangulatban állítólag, hát a srácok oda mentek, viszonylag oldott hangulatban, de hülyék vagytok. Nagyon jó. Azonnal kap mindenki egy ellenőrzést, hogy bármit kitöltöttetek. De hogy oldott hangulatban kérdezhetsz te a navosoktól. Tehát játszunk vízjátékot NAV dolgozókkal, és van-e ajándék? Van ajándék? Azt nem tudom, azt mondták, hogy valamilyen labdát osztogattak, de ott kettőt ott hozzávágtak egymáshoz, és utána ez ilyen stresszlabdák, tudom, amiket így nyomogat, azokból elhoztak hármat, a felét elhagyták, meg össze-vissza dobálták. De hogy kitelepül a NAV? De hogy miért nem hagynak békén engem a borfesztiválon? Én is erre gondoltam. Nagyon szeretem benne őket, kedves navosok, meg nyilván helye van az országban ennek a fajta tevékenységnek, de hogyha elmész szórakozni, hát mi lesz? Most elmész... Pont azért mész, hogy elfelejtsd a napot. Hogy nem a gondok. Elmész elfelejtsd az adótartozásodat. Mert eddig péntek este beültél a kedvenc kocsmádba, és vártad az italakciót, a kóstoltatást. Igen. Szoktak jönni kis hostesslányok, és most mi lesz? És akkor ismerjük meg közösen egymás adóbevallását? Nem tudom, hogy miről szól, csak ezt így mesélték másnap, hogy képzeljem el, mondom, hogy hülyék vagytok, sokat ittatok, ez biztos nem így van. De aztán láttam, hogy különböző internetes portálok is lehozták. Kicsi, ugyanolyan, egyébként abszolút a tömegbe illő, kis fabódékkal kivonul a NAV, és hát megismerkedhetsz ott velük. Óriási. De ugye ez tulajdonképpen arról szól, hogy a NAV kicsit jobban megismert a NAV-ot, mert mindenki meghallja, hogy NAV, és mindenki görcsbe rándul a gyomra. Szóval tehát, hogyha egyéni vállalkozó vagy, BT-d van, KFT-n, azonnal görcsbe rándul a gyomrod, még ha persze pontosan mindenbe is fizetsz. Nem túl jó a megítélés. Barátkoznak ők, hogy ők is emberek, ezt próbálják ugye elhitetni. Tehát mész sorba, Szekszárdi, Borvidék, Villány, Dél-Balaton, NAV, Észak-Balaton. Tehát valahogy így, és akkor nem olyan feltűnő, mert integrálódnak be a csapatba, de biztos, hogy ez az ő közös céljuk. Még ha lenne némi humorérzékük, akkor a lefoglalt borokat árusítanák férfint. Olcsóbb a bor. Tessék ide jönni. Itt pult alatt szépen a lefoglalt borokat. Gyorsan kiadjuk nyilván, hát ezt nem, mert ha lenne pici humorérzék, akkor nyilván ezt csinálnánk. De hogy azért ilyen fabódéval a Budai Borfesztiválra fölmennek, ettől közelebb jön hozzám a NAV, azon gondolkozom. Hát most emberinek tűnik egyébként. A haverjaid mit mondtak a három stresszlabdanyú? Nem voltak ők már olyan állapotban, hogy látták a NAV-ot fabódéban, mondom, jó van, persze, nyilván. Ők nem mentek oda barátkozni nagyon, elhozták ezeket a labdákat. Meg úgy látták, hogy ott áll bent valami ember, meg ilyen papírírószer volt nála, de hogy mit csinált, vagy mit árult, azt nem tudom. Ami nagyon érdekes, igen, ezt tőlük kéne megkérdezni, hogy ott lehet kitölteni valami kis tesztet, hogy mennyit tudsz a NAV-ról, ott ki tud többet a Szovjetunióról. Én volt ilyen. Igen, biztos indultál rajta, te az a típus vagy, aki ezeken elindult. Azért mondom, te az vagy, aki elindultál. Ki akar menni? Én? Rákóczi magamán 8 volt, én megyek. Tegye le a kezét, Rákóczi. Nem indultam, én írtam a kérdéseket. Te írtad a kérdéseket, igen. De miért osztogatnak stresszlabdát? Hát ezzel pont azt erősítik, hogy a NAV-ról nekem a stressz jut eszembe. Mert egyébként tényleg minden februárban, májusban mindig a stressz jut eszembe, leadtam, hívom a könyvelőt, jaj, csak minden legyen rendbe. Hát ha most ő stresszlabdát osztanak, akkor ezzel ráerősítenek arra, hogy nyugi, tudjuk, hogy stresszelsz tőlünk. De tessék. De összekötik a NAV-ot a stresszel. Stresszlabda, mint NAV. Hát ez nem biztos, hogy jó. Mit osztogatnál te? Hogy elfelejtsük azt, hogy stresszelünk a NAV szó, mozaik szó hallatán. Hogy mi lenne a jó? Azt nem tudom, hogy mit lehet. Visszakeresik a ilyen nyilvántartásba Sevestyén Balázs, ilyen KFT. Jól töltötték ki az adóbe, akkor egy szálvirág. Hát vagy... Igen. Vagy almát tudom én. Ilyen ugyanezeket a kis kaparós sorsjegyeket, bármit, amit ott nyerhetsz, érte. Kaparós sorsjegy. Hát az adómentes, ez megnyerem, szépen fizessék ki, hát előttük megnyerem, nem? Ha valami, amivel pénzt lehet nyerni. És van benne olyan, hogyha lekaparsz három könyvelőt, akkor kapsz egy ingyenes navát vizsgálást. Igen. Te egyébként tényleg 5 évre viszonylag jó. Sevestyén úr, jöjjön, kaparjon egyet. Gratulálok! Gratulálunk, 5 évre viszonylag. Legyen szíves, akkor hozza be a könyvelőjét, a papírokat, mert megnyertőn egy nagyon szép kis átvilágítást. Köszönjük szépen, hogy a fabódéval játszott. De ugye hát a stresszlabda meg a NAV azért annak, hogy nem biztos, hogy jó az üzenete. Nyilván kiosztani nem oszthatják ki azokat, amiket beszedtek, bár ez is egy jó ötlet volt, ugye az árjegy nélküli bortot ki lehetne mérni, mégiscsak rajtuk megy át. Szenzációs lenne. Egy kicsi helyes kis navosnak öltözött kislány
pult alól öntögetni a lefoglalt borokat. A szenzációs. Van valakink a NAV-tól, aki hallgat minket? Ú, Feri, végünk van. Schuller Attila György állítólag itt van, Mávis Övédéki szóvivő. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Szeretettel köszönjük, Attila! Jó napot kívánok! Eredmény gazdag, eredményekben gazdag. Tökéletesen egyetértünk minden célkitűzéssel, szerintünk ott kell lenni az embereknek. Így kell csinálni. Borfesztiválra. Mit csináltok ti ott a borfesztiválon, Attila? Elsősorban tájékoztatjuk a látogatókat, de nem csak a borfesztiválon vagyunk jelen, hanem Pálinka fesztiválon, a Szigeten, a Volt fesztiválon, az EFOT-on, a lakásvásáron, vagy akár az utazáskirányítást is említhetném, és nem ez volt az első alkalom, hogy kitelepülünk, hiszen már még a NAV jogelődje, a Vám és Pénzőrség is ott volt rendszeresen az ilyen úgymond szakmai rendezvényeken, hiszen nekünk ez szakmai rendezvény, például a bor az alkohol, így van, na, azt tehát értem. Jövedéki termék, és ezért úgy érezzük, hogy nekünk ott kell lenni, és a kiállítók is úgy érzik, illetve a szervezők, hiszen már rendszeresen hívnak minket. Én is ezt mondanám, Attila. Figyelj, és akkor hogy vagy, egy kislány beáll a pultba tájékoztatni, kettő meg azért titokban körbejár és ellenőriz? Vagy ez ilyen, hogy működik? Tehát ilyenkor külön válik, tehát vannak, akik ott tájékoztatják a látogatókat, itt van adós kollega és van pénzügyőr is, tehát megosztva a szakterületeket, hogy minden kérdésre tudjanak válaszolni, de természetesen vannak ellenőrzések is, és nem azok járnak ellenőrizni, akik ott állnak a standunknál, hanem ők más hivataltól vannak kollégák, de minden rendben volt egyébként a borfesztiválon, hiszen az a cél, hogy jó minőségű borokat igyanak, és minden. Ja, nyilván. És ilyenkor van, hogy áll a kislány, és azt mondja, hogy látott valami rendellenőset a rendezvényen, akarja jelenteni, és kiderül, hogy alkoholos befolyásoltság alatt sokkal többen jönnek oda, feljelenteni, hogy láttam a kettes pavilonban a szexádia. Nem, ilyenek nem fordulnak elő, viszont az már előfordult, amikor kicsit sokat ittak a látogatók, és akkor poénosan jöttek, és ez volt az egyik leggyakoribb kérdés egyébként, amit te is föltettél, Balázs, hogy lefoglalt bort adunk el, na most az, amit lefoglalunk borokat. Hát, mondtam. Igen, amit lefoglalunk, az rossz minőségű. Tehát nem hiszem, hogy a borfesztiválon, amely színvonalas rendezvény, ott pancsolt rossz minőségű borokat kellene osztogatni. De zárjegy nélkül is lefoglaltok, az meg lehet jó. Na most csak a pontosság kedvére, a boron soha nem lehet zárjegyet, Feri, mivel az nem zárjegy köteles. Akkor pálinkát. Bárcsak a Feri egyszer lenne csukott bor, zárt bor, de hát ő nem lenne, mert mindig csak kinyitva látja. Akkor a pálinkáknál. Így van, de azokat is. Tehát amint mi lefoglalunk, annak a származása eredetlen nem igazolt. Uh-huh. Tehát te se szívesen iszol meg egy olyan pálinkát fel, amiről nem tudod, hogy honnan ez így van. Igaz. Ez igaz. Még azt mondják, hogy veletek borfesztiválozni, az olyan lehet, mint az AHR-rel kocsmatúrázni. Óriási buli. Na most ezt az alkoholos részleget azt megértem, de az utazási kiállításnál ott mi van? Oda nézzetek, a sapkás pasas vett két ausztráli jegyet. Igen, nem, ugye? Nem, az utazás kiállításon az van, nagyon sokan úgy indulnak el külföldre, hogy nincsenek tisztában az alapvető vámszabályokat, tehát nem tudja azt, hogy például a tengeri csillagot ne hozza haza a tengerparti nyaralásból, mert az esetleg természetkárosításnak minősül, és feljelentést teszünk ellene. Aha, jó. Azt mondjuk jó. Ez jó. Figyelj, és ez a stresszlabda, ezt én pont azzal kötöm össze nyilván, amit ti nem akartok magatokról, hiszen azért a NAV nagyon sok jó dolgot is csinál, lefoglaljon dolgokat, kábítószer, stb. Nem jut el a gyerekekhez. Tehát rengeteg olyan dolog történik, ami azért benneteket pozitív színben is fel lehet tüntetni, mégis nyilván mindenkinek talán érthető okokból, de kicsit görcsbe rándul a gyomra, azt hallja, hogy NAV, az emberek megijednek, vagy félnek bármiféle ellenőrzéstől. Hogy ez a stresszlabda, ez nem pont erre erősít rá? Tehát nem valami mást kellene? Írja egy hallgató, hogy például sorbanállás nélkül ügyfélkapu regisztrációról jogosító kupont osztogatni, vagy bármi olyat, ami nem pont a stresszel köt benneteket össze. Na most ez egy sztereotípia, tehát a NAV-ról az emberek nagy részének a stresszit eszébe. Ezért gondoltuk mi is azt, hogy akkor vezesse itt a feszültséget egy stresszlabdán. Ja, értem. Nyomogassa úgymond a NAV stresszlabdáját, hogyha valaki a NAV miatt ideges, de hát akinek minden rendben van, annak nem kell izgulni a NAV-tól. Jaj, de szép! Ez a példamondat. És hogy ezt kicsit el is nyújtottad, azért ebben volt egy kis finomság. Akinek minden rendben van, nem kell izgulni. Mint a tanár, aki készült, nincs félnivalója. Így akkor nyugodtan vártad a dolgozatot. Fia, hallgatók egyébként szerették ezt a kitelepüléseteket is, meg itt írtak a Soproni Volt Fesztiválról, de most ő azt írja a hallgató, hogy ő mesélte el a navosoknak, hogy ő Kínából szokott rendelni, és hogy küldik át vám nélkül.
a kínaiak az árut. Tehát van egy ilyen információ begyűjtő szerepetek is? Nem. Tehát ez nem erről szól ez a rendezvény. Tehát nehogy azt ugye bárki is, hogy itt mi információt gyűjtünk ezeken a rendezvényeken. Egyébként, ha valaki Kínából küld, tudjuk mi is a trükköt, ráírják, hogy ajándék, vagy 22 eurónál alacsonyabb értéket tüntetnek fel. Tehát azért a napnál se hülyék dolgoznak, tehát egy ilyen esetben megvizsgáljuk a csomagot, kibontjuk, megnézzük a hasonló termékeknek az árát, és a vámérték vizsgálatot rendelünk el, és az alapján szabjuk ki a vámot, illetve az áfát, ha szükséges. Tehát a Ming korabeli váza nem csúszik át a 22. Az nem jön át. Aha. Na jól van, figyelj, ez egy nagyon szimpatikus kezdeményezés akkor, hogy így videó ott vagytok. Ez is egy feladatunk, így van, tehát mindenhol megyünk és keressük a kapcsolatot az ügyfelekkel, hiszen nagyon sokszor az van, hogy az ügyfél nem megy be az ügyfélszolgálatra, mert azt mondja, nem akarok sorba állni, az idő nem megy, de ha már ott van a borfesztőn, akkor megkérdezés. Itt is érkeztek olyan szakmai kérdések az online pénztárgéppel kapcsolatban, borbehozatalával kapcsolatban, EU tagországból, de volt olyan is, aki lakáskiadás iránt érdeklődött, és mi ezekre mind-mind válaszolunk. Na, Attila, valljál, vettél valaha valamiből hamisat, tessék. Egyszer legalább mindenki vesz valamiből hamisat. Én nagyon sok hamis dolgot teszek. Mit vettél? Én is belefutottam ilyenbe. Asszonykának valamit? Egy hamis parfümöt vettem, és utána érdekes módon, amikor már jobban megnéztem, meg az illatából lehetett tudni, akkor már én is megbántam. De hát ebbe szerintem mindenki beleszalad, hogy önhibáján kívül vásároljon terméket. És nagyon sokan olyan vannak, akik Kínából rendelnek, illetve távol-keletről hamis terméket, és itt szembesülnek vele, amikor a csomag helyett jön egy értesítés, hogy fáradjon be a napot. Hamis parfüm, mi? Aha, azt szokán kicsit spóroltunk. Jött a karácsony, sok mindenkinek kellett sok mindent venni. Nyilván mert az olcsó. Az egész boltot. Rendet tettél utána? Ment azért egy ellenőrzés? Nem. Tehát nem erről van szó. Egyébként Balázs, egy játékot megengedsz nekem? Úgy nézd, attól függ, milyen típusú játék, ha 11 órakor megjelentek a házam előtt, tiltakoznék, de bármi másba benne vagyok. Én eljutatok neked ilyen stresszlabdát, vagy olyan szórójándékot, amit még lehetett kapni. Igen? Hogyha megmondod nekem, hogy mennyi feladata van a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Mondok három számot, 100-500 ezer. Már hogy érted, hogy mennyi feladata van? Összesen mennyi feladata van a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, tehát a adókártyakiadástól elkezdve a vámellenőrzésen át, az online pénztárgép ellenőrzési forma, minden. Hát figyelj, biztos a legnagyobb számot kell, hogy mondjam, és akkor jó. Dolgoznak nagyon rendesen. 1000, és még néha annál is több. Egész pontosan 1061. Na, megvan a stresszlabda! Megnyertem a stresszlabdát. Nyilván sok mindent csináltok, persze, hát ez az ember nem vitatja. Hogyne. Szóval ez is egy feladatunk, hogy tájékoztassuk a borfesztivál látogatóit, és egyébként ki leszünk a Pálinka Fesztiválon is, ami októberben lesz, úgyhogy ott is várjuk a látogatókat, és benneteket is nagyon. Na, ha már itt ezt így bepromótáltad mondhatni, magad. Mondhatni, navon szívesen várunk mindenkit. Bepromótáltad, mi lesz a házi pálinka főzéssel, tudjuk már? Hogy megnyugtassuk még nem a tudjuk. Még nem tudjuk. A NAV az jogalkalmazó, tehát mi a jogszabályokat hajtjuk végre, amikor megszületik jogszabály, úgy tudom, ez még nem született meg most. Így van, csak azért, hát mégiscsak közelebb ülsz a tűzhöz, mint mi. Hát, hallottál valamit, ne? Igen. Még semmi konkrétumot nem tudok mondani erről. Na jól van, navon jót beszélgettünk akkor, Attila. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát nektek. Köszönöm, és küldöm a stresszlabdát nektek. Jó napot, köszönjük, ciao. Hello. Schuller György Attilával, Vámis Everéki szóvivővel beszélgettünk. Hát figyelj, erősen lazulnak azért, nem? Ne, ez jó fejség. Szóvivő, jó arc, jól beszél, fejség. Azonnal betelefonál egy élőadásba, hogy hallja, hogyha róla beszélünk. Ott vannak a borfesztiválon, bódét állítanak. Nem, kell ez. Kapunk stresszlabdát. Hallottam, várom, és kivettem nektek azért ezt a mondatot, a kis kárcot, hogy bővüljön. Hogy? Akinek minden rendben van. Ott van reggel bejátszásban. Az be, az annak berakom. Nem kell izgulni. Akinél minden rendben van, ennyi. Annak nincs mitől félnie. Bővült a palettád. De szép mondat volt. Hallgassuk csak meg, hogy szól. De hát akinek minden rendben van, annak nem kell izgulni a naftól. De jó vagy. És mekkora igazság egyébként, nem? Na jól van, 9:30 múlt pontosan, 2 perccel várunk friss közlekedési híreket. Jó, mi helyzet az utakon, mi helyzet a MÁV-val, ki áldogál még mindig kicsit reménykedve, hogy jön a vasút, írja meg nekünk, mennyit késik, hogy tudjunk segíteni másoknak, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt, nézzük gyorsan, hogy milyen közlekedési hírek vannak ezen a remek zene után. M3 a 114-es lágazónál a hídról mérnöke Szilárd küldte nekünk. A 32-es főúton Szolnok felüli irányból Jász alsó Szentgyörgy előtt felborult egy kamion, kerülni Jász Ladány felé lehet, ezt Balázs üzente. Aztán M3 a szintén 21-es kilométernél
A felhajtón Pest felé KPM tüsténkedik, és a navosok is kiálltak ellenőrzésre, R32 üzeni ezt nekünk. Tatabánya után Budapest felé az egyes úton Birkacsárdánál tengelyesek, Bicskénél a kigyorsító végén NKH. A navosok is kiálltak, de... Tehát akinek minden rendben van, annak nem kell izgulni a naptól. Ennyi. Ennyi. Rendőrautó ütközött a Rejter és a Robert Károly útkereszteződésében, tart a helyszínelés, ezt Zozó küldte nekünk. Miskóciában süt a nap, ez nagyon jó. Miskóciában, és Ürömtől az Ossanig áll a Vörösvári út Pest felé, ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jól van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk korra reggel. Ugye elmeséltem egy hétvégi történetet, miszerint az ember hogy próbálja megtalálni azt, ha ázik a háza. Sikerült egyébként, kiderült, hogy a klímán kívülről van egy lyuk, amit ugye valószínűleg rosszul csináltak meg, és arról beszélgettünk, hogy amikor az ember házfelújításba vagy lakásfelújításba kezd, milyen érdekes mesteremberekkel, milyen történetekkel és milyen indokokkal találkozik, amikor átvenne egy konyhát, egy fürdőszobát, vagy bármit, aminek ugye nekiugrott megcsinálni. És hát volt sztori bőven, tehát mindenkinek igen. van. Igen, és aztán megfejtettük, hogy milyen kollégatípusok vannak ugye egy munkahelyen. Összeszedtük azt a 6-8 tipikus kollégát, ami szerintem, vagy aki szerintem minden munkahelyen megtalálható. Hát kiderült, hogy közülünk is vannak néhányan, akik meglehetősen tipikusak, és aztán a hallgatóink is írtak. Szemezgettünk az SMS-ekből, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc van, pontosan 10 óra, hello Csabi! Jó reggelt, szevasztok! El tudnak, kik kerül a kénit reggel, a mániás rendrakós, a jelengetős. Figyelj, nem, ezek ilyen terápiás jellegű témák, amiket mi itt felvetünk. Mániás rendrakós megvan, az valószínűleg az Anna. Persze. Aha. Amivel nekem nincsen bajom, tehát én rendszerető ember vagyok. Köszönjük. Köszönjük, de... Csabi, hogy velünk vagy. De Annával is velem. 48-kor elrakja a tányéromat, amiből még 10-ig ennék. Ja, mániákosan nem pakolok el, utána sem pedig elég sok mindent itthagysz mindig. De nem is igaz. De ha nem is jelent, érted, és már egyből én jelentettem, hogy... Minden, ezt szörnyek vagy. De mi mit jelent a Feri? Hát ugye laptop, meg amit kell, meg mi történt. Érted, hogy beleöntött megint egy liter kávét a laptopba. Pedig most nem is csináltam semmit. És milyen csak olyan fura volt, hogy szerdán mindent tudnak. És milyen nagy szerencsét, hogy is itt a Jani? Már nem tudom, melyik oldalon van. Jani tartja a hátát, ne hülyeskedj. Remélem, ő még velem van, mert szörnyű világ, ha már ő sincs velem. Ha tudnád, majd holnap szörnyű kérdezz. Világ ez. Na jó, van, hívhatjuk a nap hallgatóját gyorsan. Jól áll az a telefonot? Nehogy aztán gond legyen, hogy... Össze-vissza. Voltál futni? Voltam ma reggel futni. Nagyon jó. Esőben. Esőfutás volt. Rain run. Morning show. Az bizony! Jó reggelt, hello! Jó reggelt, szervusztok! Luigi, a szendvicses? Igen, én vagyok. Nagyon tetszett az SMS-ed, azt írtad, Balázs, én megcsinálom neked a szigetelést, 250 ezer, ha minden jól megy, hív bizalommal, Luigi, a szendvicses. Egy igen. Igazi hozzáértő. Ugye hét már után... Már a brigádot összöltök el. Igen, hét után a szakikról, meg a mesteremberekről beszélgetünk, hogy hát nyilván tisztelet a kivételnek, de vannak érdekes megoldások egy-egy lakás felújításnál vagy házfelújításnál. Tehát tényleg szendvicsesként dolgozol? Igen, most is várom. Kiszállítod őket, vagy mit csinálsz? Igen, kiszálltam boltokba. Ja, ezek az előre kész, ilyen legyártott ilyen kis szendvicskék, ugye? Igen. Jók, jók is. Mi van nálad most, sonkás? Téli szalámis. Már üres, most voltam az utolsó helyen. De kár. Jók azok. De kár. Jó van, Luigikám, te vagy a nap hallgatója, jó? Nagyon szépen, köszönöm. Szerettük az SMS-edet, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó? Jó, rendben. És délután vár a Balázs megcsinálni a melót. Gyere, kettőtel egy kicsit borsos, kettőt. Némi púrhabbal. De jó lesz. Igen. Mert el kell végeznem a tanfolyamat azért. Igen. Hát megtanultuk, jó. Hogy a púrhab az építőipar kalmópirinje, ugye ez van. Igen, gyönyörű, még ha nem benne is. Benne van a kettőtemben. Igen, vízálló. Köszi, ciao. Köszi szépen, hello. Csabikám, hát ilyen lakásfelújításon te is átesel, vagy átesel. Most a hétvégén zenésztársaimmal beszélgettünk erről, a basszusgitárosunknál éppen ez van most, és azt mondja, hogy ki, fürdőszobát újítsak fel, csak egy fürdőszoba. De hogy ön onnan mindent kipakol szépen, hogy nehogy véletlenül nem tudom, a szennyes tartó, vagy az a párna, amit oda nem tudom, leszoktak ott ülni, az olyan legyen, és kijön az ember, a munkás ember, és a fanlit, azt valahol kint teszi rá a foterre, érted? Nem bent, ahol mindent kipakoltak. Hát annam esetben azt a történetet, hogy fölrakták a járólapot a falra, mert azt hitték, hogy csempe. Amikor megveszed, így nem tudom, mennyi a négyzetméter ára, tudod, valami nagyon komoly követ, hogy ez csak úgy, és hazamész, és fönn van a falon. És pont addigra érsz haza, amikor már nem lehet leszedni.
azt nem tudod leszedni. De amikor még így fölteszed, akkor igen, de az két órán belül szerintem ott vége. Hát az... Nálunk az zongorával volt ez, ugye nem tudtuk hova rakni. Mi is benne laktunk az építkezésben, és letakartuk. Nejlon, pokróc, még egy nejlon, még egy pokróc. És mondtuk, hogy erre nagyon tessék vigyázni, mert hát azért ez egy értékes darab. És egyszer arra mentem haza, hogy azon ebédelnek. Ha már le van tagolva, hát még egy kis zsírpapírt rátettek, nehogy véletlenül azon a pokrócon átüssön. Jó, nagyon ti sem csináltok mást az zongorán, csak kellett egy rohadt sznobokajtok. Dísze a lakásnak. Halálom álljon! Igen, csak nem szól a zongora. Ja, igen. Pontosan így csinálom, mint te. Na jó, van, Csabi, kell nem megzenéd leszünk? Hozom Duke Dumontot. Hát, anélkül haza sem mennék. De egyébként... Végre! Egy Duke Dumont nélkül el se indulok. Jó, de az. Ezt szeretni fogjátok. Tényleg, én meghallgatom. A Jolanda Quarty énekel benne, tehát ők, ezek a DJ-k ebben a nagyon neve. Nagyok, hogy megtalálnak jó hangokat. És most persze nem a húzó neve miatt, hanem ő úgy csinálja ezt, hogy nem azt mondja, hogy gyere be és énekelj, hanem énekel, de lesz konkrétan, hanem énekelges. És ezekből a mintákból rak össze valamit. Tehát, hogy nem konkrétan a dalt énekli el, hanem énekel valamit, és abból kiszed bizonyos dolgokat, és így rakja össze. Így, legalábbis ezt a Mozart Becket így rakta össze. Ez egy nagyon ügyes film. Meghallgatjuk. Hallgassátok, mert ez jó. Klassz. Jó van. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám. Holnap már van Jánosunk, egy napra ment, ugye pihenni. Holnap már Janival jövünk, reggel 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao.